Tudod, mi történik idén ősszel? Nem, nem arra gondolunk. Hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Lost FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt. No. Lost FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. Engem? Nem, most igen. Már jelen lesz a füles még egyszer? Most igen. Szóval autóútán vagyunk 19 perccel. Megjöttél. Megérkeztem adásba, de jó, pedig már égett a piros, és mégis ezt szóltam. Hát ez kijötti. Jó reggelt, hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Hello mindenkinek. Hát a legkülönbözőbb reggel, amire ébredtettünk, gyerekek. Mindenki kösse fel a nadrágot, vagy vegye föl a jéger alsót, a kabátot. 6 fokot is tudtam mérni, aztán beértem a városba, de 8-9-ig ment föl a hőmérő az autómban, úgyhogy hát ez nem tűnik túlságosan acélosnak. 3-4-szer ráfrissítettem reggel az apra, hogy elhiggyem azt, amit látok, 5 fok. Ez erős, ráadásul ezt kikérem magamnak, szóval mégis csak szeptember van, nem november. És ne felejtsük el, hogy jövő hét pénteken ugye vízen leszünk, tehát ott egy picit még jobban fogjuk érezni ezeket a dolgokat, de ami jó hírnek tűnik, hogy legalábbis az egyhetes előrejelzés tekintetében nem nagyon látunk esőt. Nem, hát én is azért. Igen. Megnéztem, reggel ültem az autómban, nagy forgalom volt, nem tudom miért, és beleütöttem a kis applikációmba, hogy mutassa meg. És jövő péntekig felhős napos idő változását jelenti, 21-22 fok ezt jelzi, és nincs nagyon eső, úgyhogy az egész turnénkon jó idő lesz, a búcsú turnénkon, úgyhogy jó, az időjárás velünk van, és támogat bennünket, hogy még egy utolsót tudjunk jót tudjunk turnézni. Azért van most hideg, mert gyűjti a meleget a jövő hét reggelek. Bizonyára, hát ez jó lenne. Csak ott nem nézi meg a telefonját, János leteszi. Ez egy most tépelődik, hogy 4 vagy 5 fokot mutasson. Jaj, ne sok volt magad. A jövő héten jó lesz már, tényleg. Jövő héten jó lesz? Igen, jó, próbálok hazudni magamnak, hogy nem fogunk fázni. Jónak kell lennie, de mindegy. Az, hogy eső nem fog esni, az nekünk az fontos. Az fontos, igen. Hát majd egy ilyen izet csinálunk, stúdió látogatást 5 perces cserével, tehát ugye ott fűtjük a stúdiónkat, az üveg stúdiónkat. Ha erre a kis időre már mindenki legyen ott fűtés. Hát de ez volt. Van, rendesek a mi fiaink. Természetesen olyan, mint egy ilyen Euronics kiárusítás, mert hogy be van 6 féle különböző ilyen. Klíma. Kis hősugárzó, nagy hősugárzó. Közben sikem is még, hogy hívják egy egy rakás faszén is ott parázslik a sarokban. Faszén, ne ostorozd magad, nem. Én nem mondasz mindig magadról ilyet. Most már, de értem, hogy miért kell mindig bántalod magad. Ennyi után már nem elvárják tőlem, hogy legyen egy objektív rálátásom a saját személyiségemről. Legalább magadnak ne hazudsz, most meg mondani. Igen. Na mi újság van egyébként, minden oké? Okay? Igen. Minden. Áruljátok el nekem, hogy lehet svéd állampolgárságot szerezni. Nem akarom itt hagyni hazámat, de elgondolkodtam rajta. 6 órás munkarend Svédországban, gyerekek, és ez most már hivatalos, sőt azon is gondolkodnak, hogy 4 nap és 6 óra, ugyanis mondom az indokat, hogy milyen okosak. Azt mondják, hogy ha neked 8 órát kell dolgozni, akkor elkezdesz lazítani, tehát hosszabb, kicsit meghúzod az ebédszünetet, reggel 9-kor egy nagyobb kávét betosz, és azt mondják, hogy figyelj, 6 órád van, tese, és utána mész haza, és ezek a svédek, ezek úgy dolgoznak, mint az állat. És akkor inkább kevesebbet, de többet? Igen, megcsinálja 6 óra alatt a melóját az ember, és mindenki halálboldog, plusz ugye azt is kimutatták, hogy nem leszel depi, ahogy most mondják, ugye, hogy depressziós, nem leszel nyűgös, ugyanis tudod, hogy 6 óra után mehetsz haza a kis otthonodba, a családodhoz. Tök okosak, nem? Hogy ez egy tök jó dolog, hogy 6 óra alatt ledarálod a dolgot, nem kell 8 órát ott lenni, meg Magyarországon 10-12-t, gyorsan megcsinálsz mindent, és már vész is haza. Ha? Hát, náluk az én típus újítások, mint a, nem tudom, a siestát is próbálták már bevezetni egy pár évvel ezelőtt. Az is egyébként azt mondják, hogy ez a fél óra, 1 óra kis pihengetés a kora délután az nagyon jót tesz a munkának, amíg a minőségének, meg a munkakednek, aztán azt se vezették be. Nem. Hát, mert nincs meleg délben, ugye? Mert ja. a Európa déli részére jellemző a fiesta, és akkor ott, vagy siesta, vagy mi az siesta, és akkor ők inkább ott pihennek, aztán visszamegy és estig dolgozik. De ez jó ötlet, nem? 6 óra alatt meg vagy mehetsz haza a családhoz.
Ja, hát most 68 már nem sokat mond, vagy sokat oszt vagy szoroz, nem? Kettőt bent lenni. Szerintem aki lóg, az 6 óra alatt is lóg, aki rendesen dolgozik, az lehúzza a 8-at is. Igen, nem? Hát is hozzáállás kérdés. Nem, de nem tudom, mi értelme van ennek. Hát ennyi, hamarabb hazamész. A japánok meg nem mernek hazamenni. Azok meg igen, azok meg sokat többet dolgoznak. Kinézi őket a szomszéd a lépcsőházban. Igen. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy Dunaszeg 3 fok, befagy az ember pömpölője. Aztán mi Pest mellett lakunk, és 3 fok van. Vicca küldte nekünk is a Szegről. Jó reggelt, pudingok, egy fekete fél, csak akkor hívjatok, ha ki akartok kapni. Húha, hát sok ilyet hallottunk már. Valami régésem, és most jött el. Atya úristen. Azt mondja, hogy egy fekete-fehér, igen, jó, ezt olvastam. Német kéren 2 fok van, Regői 2 fok, Tolna megye, Ákos küldte. Atya Isten, váztuk a 3 fok, tehát tulajdonképpen igazam Ákosnak megérkezett a talajmenti fagy. Meg. Úgyhogy Jani veszélyben vagy. Teljesen egyértelmű. Vigyázz magadra. Igen, hál' Istennek még nem érte a számot, ezért pörög a nyelvem, de nyaktól lefelé elég zsibbott. Vigyázz magadra, mert ez tudod, hogy rád már nagyon veszélyes. A megállóval nagyon próbálkozott egy kigyerek, hogy betoljon az orrom helyére egy répát, a szemem helyére pedig 2 szén darabot. Balázs Facebookra való megjelenések hatására összeállt a világhírű Opus zenekar, és újraírták a régi slágerüket. Like is like. Ez like is like. Ja. Hát dübörögsz. Tegnap este néztem utoljára. Hogy állok? Most megnyitottam. Márján nézzek egy ízét, egy egészen frisset. Ferit már lenyomtad egyébként. Nagyon helyes. De most komolyan. Csak. Hát igen, én nagyon rajta vagyunk az ügyön mindannyian. 74.698. Jó Isten. Azért ez elég erős. Az elég erős kezdés. 74 ezer? És mennyi volt tegnap reggel? 50. 49 ezer valamennyinél. Igen, most jön a standard. Lassul, gyerekek, nincs para. Hát, jó, ettől független, hogyha ilyen tendenciával 30 ezeret nőtt még tegnap. Lassul, persze, akkor ez 2 hét alatt meg is lesz. Tehát. Így van. 250 ezer, ugye 250 ezer követő a cél. Akkor nem szabad magam törölnöm. Igen. Ha nem lesz meg, akkor töröltem magam. Kezdve van egy mindennapos projekted. Mondjuk nem ártana, ha az első tartalmat föltennénk neked. Tehát most már egy 2 napja Facebookos vagy, én még semmi. Én tegnap azt hiszem, kiírtam egy posztot. Tényleg? De nem tudom, hogy kimentem, mert nem tudom hát kezelni. Nem ment ki. Nem. Nincs rajta semmi. Én tegnap írtam egy posztot. Uh-huh. Vártam nagyon, hogy hát, ha lesz egy jó étkis rajongóim. Tudod, írtam egy posztot. Hova? Az jó. Azt nagyon jól tetted. Biztos? Mert majd szükség is lesz rá, csak egyelőre még nem sikerült felrakni. De ezt nem én tettem ki? Nem, szerintem azt a kezelő oldaladra tetted ki. Uh-huh. Tehát nem, ugye mindig kell csinálni egy saját oldalat. 335-en kommentelik, és 62 megosztás van, 8,2K. Nagyon király vagy. Az én vagyok? Az jó helyre tettem ki? Igen. Én nem látom. Te miért nem látod? Mi van? Ja, lehet, hogy nem lájkoltam az oldaladat. De attól látnod kéne. Én nem látom. Itt nincsen rajta semmi. Kiírtam, hogy felejtsétek el az oldalamat. Ne Facebookozzatok, beszélgessetek, olvassatok könyvet, olvassatok könyvet, pihenjetek, járjatok színházba, és felejtsétek el az oldalamat. Na, erre jött a persze, Bali. Persze, már elfelejtettük. Ez nem fényképet nem tettem ki. Ez semmi. Egy pillanat, ez az első saját poszt. Ez az első. Az elsőt ugye Viki tette ki. Igen, ez kiírtam, ezt posztoltam. Lájkoljátok, megvan Balázs első posztjam. Reped a jég. Na most azt, ugye a Facebookon, kiírtam, hogy felejtsétek el. Ha ma már nincs kép, akkor már nem lájkolják. Itt nincs kép, tehát csak a szöveg 8300 like. Jó van, ügyes vagy. 8300 like. Ez csak a szöveg, és ugye azt szokták mondani, hogy ma már Facebookon kép nélkül semmi vagy. Aha. Ugye? Tehát ez 8000. Ha valamit a kis körmedet mondjuk a lábújadról kitetted volna, vagy valami, az biztos, hogy 30 000 like. A smiley előtt úgy látszik, képnek értelmezték. Egyébként valahol az. De miért a Facebookra mindig képet kell? Hát, szeretik meg most már a videó, ugye az igazán expertek, mint Kassa Tibi már most már csak videóban kommunikál. Ugye, de várjad, ez élő kapcsolás. Nem, van az élő kapcsolás, de tudsz, hogy a cselszem 15 másodpercig föl lehet tölteni. 15-öt csak? Hát az Insta melyen fél perc, egy percet. Nem enged. Tudom mennyit, ez nem biztos, hogy jó info, én sem vagyok egy ilyen nagy videós, de hogy szeretik most már a videót, csinálsz magadról, és azt teszed ki. Aha. Meg képet, de hát neked látod, egy kis szöveggel is megy, ahogy látom, ékezet nélkül. Van, amelyik ékezettel, van, amelyik ékezet nélkül. Hát még azért ott van már erős kihívásokkal küzdök, de gyűlöltem, úgyhogy nem. Ez sok jóra ne számítsatok novembertől, ha esetleg megmarad az oldal. Tehát. 15 másodperc? Azt hiszem, igen. Zsül, ez igaz? Lehet. 15 másodperces videó? Több, szerintem is több. Akkor legyen az első videóposztod az, hogy a csupasz lábadról, a csupasz lábaidon fölfelé megindul a kamera. És meddig megy? 15 másodpercig is, amikor a lényeghez érnék, akkor ott vége a videó. Akarsz egy ilyen videó? Csináljuk már ilyet. Ez hamar meg tudjuk. Szerintem imád.
És igen, igen, és akkor már mindenki számol, hogy jaj, Istenem, nem, 12, 13, 14, 13. Nem látunk semmit, nem látunk semmit. Jászberény, mondjad? Mi, hogy mi van az unofficiál oldallal? Figyeljetek, nem rakott ki posztot. Nem rakott ki támogató posztot. Nem szép. Rohadék. Uh-huh. Mégiscsak magának csinálja, nem neked. Ezzel. Nem a tenin busztatot akarja építeni, hanem a sajátját. Az lenne a korrekt egyébként, ami ezt tegnap is megfogalmaztuk így itt adásban, hogyha az unofficial oldalon is lenne egy olyan poszt, ami felhívja a figyelmet arra, hogy már van egy official. Mert ez így lenne korrekt. Igen, hogy eddig ebből éltél, igen. Parádéztál vele, igen. Akkor most dob már át a kis lájkolókat a rendesre. Uh-huh. De nem írta ki, rohadék. Na, mindegy. Azt mondja, hogy gyerekek, a 10-es út már reggel 6-kor áll, mint a szök horror, Bari gyűjtsd a lelkokat, szorgosan Tündi és Zsuzsi küldte nekünk. Szeretném kifújni az orrotokat, ez fájni fog, írta egy hallgató, aki nem írta alá. Oké, okay, jól van, na elkezdjük a reggelt akkor, Ákos elmondja a híreket. Hello Ákos, jó reggelt! Jó reggelit! Mi újság? Megérkezett a talajmenti fagy is. Így van, én mondtam is Jánosnak, hogy vigyázzon magára. Így van. Hogy baj legyen. Most már minden reggel fülmelegítővel kell. Fülmelegítő jégerajzsó. Én 4 fokban indultam, ez teljesen lehetetlen. Tehát, hogy nem is hiszed el. Képzeld, de valahol 3 volt. Na most ők mik szóljanak, mert te a városban elautókázol, a 4-ben, ugye? Lájkoltad a Balázs oldalt? Te vagy Facebookon? Nem vagy Facebookon. Vagyok, és nem lájkoltam. Hát akkor lájkoltam. Velem vagy. Nagyon érted. Ne vicceljél, már miért nem? Nem, én most a Balival vagyok. Jaj, de rendes vagy! De rendes vagy! De rendes vagy! Na jó van, oké, akkor Ákos elmondja a híreket, jó? És aztán jövünk mi is. Hogy állunk játék a 3-1? Hát, 4-1, 5-1, 3-2? Igen, 4-0 körül vagyunk. 4-0? Szerintem én igen. Tegnap ugye arról beszéltünk, hogy most csinálhatnánk egy ilyen letaglózó hetet megint. Már elég régen volt szerintem olyan, amikor 5-0-ra nyertünk egy hetet. Most ezt is behúzhatjuk. Legyen jó. Így. Igen. Jó. Hogy legyen durcásak az emberek a stúdió előtt a jövő héten. Legyen sok durcás ember. Tényleg, ugye mondjuk a helyszíneket Sopronban kezdünk jövő héten, drága soproniak, ott kezdünk nálatok, de a Deák téren viszünk egy gyönyörű Suzuki-t, rengeteg ajándékot, úgyhogy gyertek. Aztán Kaposvár, Baja, Eger, Budapest. Ezek a helyszínek, így ebben a formában ez az utolsó turnénk. Úgyhogy hát várunk mindenkit szeretettel. Gyertek el még egyszer bennünket. Nézzetek meg, nem kell nagy könnyezése, meg nagy bucsúra számítani, mi azért ezt vidáman oldjuk meg, 9 éve is ugyanígy tettük, vagy 8 éve, mikor a Danubius megszűnt, úgyhogy inkább móka és kacagás felé vesszük majd az irányt. Mókaországba, kacagás városba kalauzolunk el benneteket, drága hallgató! Ha-ha-ha-ha kerül elő. Ilyen a péntek. A Tréfa utca 8-ba. Így van, a Tréfa utca 8-ba leszünk. Úgyhogy gyertek, jó fél hét múlva, 1 perccel Ákossal a hírekkel, aztán jövünk a játékkal. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jó, ha Alvaro... Gyerekek, komment, csináljunk egy zenekart, üssünk le 2 hangot az zongorán, meg énekeljünk műspanyollal is. Olé! Álvaro, tesó. Miért kellett ezt? Hát miért kellett ezt elkövetned ellenünk, de tényleg, Álvaro. Drága Álvaro, hát vagy legalábbis ne itt ott, ahol vagy te, nem? Ott biztos szeretik, mert értik. Na, itt vagyunk, azt mondja, hogy Széchenyi 2,3 fok, és csökken. Nem csökken, persze, nem csökkenhet, az nem csökkenhet, tehát az most növekszik szépen. Hát igen. Szeretem a pozitív hozzáállásomat. Én nagyon pozitív vagyok ma reggel. Próbálom mindenben a jót látni. Ugye 4-ről indultak, most 2,5. De miért csökken? Hogy jön föl a nap, hát az melegedés jelent. De még nem jön. Ja, de jön. Ja, hogy még nem jön. Na, jól van, játszunk akkor egyet, jó, nézzük meg, hogy ki a 7 utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Ja, jó hangod van. Hogy hívnak? Már ne nézlek. Zsóka vagyok. Zsóka? Igen. Az olyan fura név egy ilyen fiatal lányhoz. Hát, Erzsébet.
Elképett a nevem, és Zsókának szoktak beszélni, és ezt szeretem jobban, mint az Erzsit. Azt még megértem. A Zsóka az nem egy különálló név is? De, de különben az, igen. Miért lett itt Erzsébet? Ez egy nagyon szép név, de hát ezt régebben adták azért nőknek az Erzsébet, tehát anyáink, nagyanyáink. Régebben. Dédanyáink voltak Erzsébeteket, hát mostanában a fiataloknál ez már nem annyira jellemző név, hogy Erzsébet. Mi legyen a neve Erzsébet? Hát nem vagyok annyira fiatal. Hány éves vagy? Elmondd már. Hát Feri korosztálya. Ha? Jó az. Hát micsoda? Ilyen. A legjobb évjárat. Feri 70-es. Renesek tudjuk. Feri 70-es. Így van. Feri 70-es? Igen. Hát, csak jól tartom magam. Így van. Alig nézek. Borban ez a legjobb. Csak mindig vízszintesbe kell helyezni. Így van, sokat. Nagyon a dugó. Sokat feküdni. Zsóka, és kivel játszanál? Hát a Ferivel játszanék. Egy évjárat. Így van, igen. Esetek egymástól. 3, 2, 1, fire. Pontosan 70-es vagy? Halló! Halló! Itt vagyunk. Most újraindul? Igen, mindjárt. Újraindult. Na most figyelj, 3, 2, 1, fire. Pontosan 70-es vagy? Hát, egy kicsivel én még korábban születtem. 68! Hát, még attól is. 65! De inkább ezt ne feszegessük. Na jó, hagyjuk ezt. Lájkoltad Balázs oldalát? Hát az az igazság, én ritkán vagyok a Facebookon. Föl kell menni. Egy gombnyomás. Egy gombnyomás. Majd valamikor este. Találkozunk csütörtökön? Te egri vagy? Én most csak itt tartózkodom Egerben, de egyébként a Jászságban lakom. Melyik település? Jászságkóhalma. Mit csinálsz Egerben? Meló? Egerben meló. Itt is dolgozom, itt péntekenként foglalkozom a talpmasszázssal egyébként. Váltós talpmasszőr vagy. Mit tudom? Váltós, hát egyszer Jászjákóhalma, egyszer Eger. Ja, így van. Egerben, Jászjákóhalmán, Jász Árokszálláson több településen. Gyerek vagyok. Van? Van gyerek, de ők már kirepültek. Vége van! Vége? Meg is vagytok. Ennyi. Lehet az egy perc, így van. Jó, megint indul, várjál. Még akkor kérdezik gyorsan valamit. Sárgán zölden villog. Nézd már meg, Zsül, kontaktos. Kontaktos, tehát csinálsz vele valamit. Zsóka, megnyerted az ajándékcsomit. Megnyertem. Ügyes, gratulálunk. Hétvégén. Ügyi vagy. És most nyertünk először, igaz? Ezen a héten? Ezen a héten. Én szerintem igen, egy tapsot meg is érdemelsz. Végre egy kis becsületet visszahoztam a hallgatók részére. Ügyes vagy. Jaj, de jó, köszönöm. Az első győzelem a héten, úgyhogy rátok fért, nagyon kellett. Köszönöm szépen, köszi, örülök neki nagyon, és hogy adásba kerültem. Most írtam másodszor SMS-t. De jó, az egész oldalás. Egész hamar bekerültél a adásba. Oké, Zsóka, hallgass minket, jó, puszilunk. Jó, rendben, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hello. Akkor te gyerekek, jó? Hát most, oké. Hát most hagyta magát egy picit a felé, mert persze, mégsem legyen már 5-0 műsor. Nem, az 5-0 az csúnya lett volna. A 4-1 azért az is sokkal szebb. Na, drága hallgatók, jövő héten turnéra megyünk Sopron, drága Sopron, készülj, jövünk hozzátok, Deák tér. Az a Kaposvár, Baja, Eger, Budapest, a Facebookon fönt vannak a helyszínek, mindjárt Instán is fönn lesznek, úgyhogy nézzétek meg, aztán hát szervezétek úgy a napotokat, hogy gyertek ki, találkozunk, ki tudja, mikor tudunk újra. Egy ideig biztos nem, az több, mint biztos, úgyhogy gyertek is. Töltsünk el még néhány kellemes órát. Így van. Addig is lájkoljátok Sebestyén Balázs új Facebook oldalát. Felejtsétek legyünk, el az oldalát. Legyünk minél hamarabb 250 ezeren. Egyébként az unokusom már jelezte, hogy nem néztem még, én tegnap olyan 9 óra előtt valamikor néztem fel az oldalukra, és a kedves hallgatók már jelezték, hogy azóta már volt a részükről egy poszt, amiben jelezték, hogy ők valójában szeretnek téged, és tisztelik a munkásságodat, és ezért nem hívják fel a figyelmet arra. Nagyon rendesek. Hogy lájkolják az official. Teljesen érthető ideológia, nagyon rendesek, és egyben köszönöm neki. De ahogy a poszt alatt láttam, meg olvasgattam a kommenteket, azt kellett látnom, hogy ott is az emberek nagy része azt hiszi, hogy azt az oldalt is te csinálod. Tehát... 405-es teljesen jó elállható, nincs torlódás, Feci, köszi, ment a lájk. Azt mondja, hogy nézem, hogy mi a helyzet. Balázs, nagy kamuláda vagy, 4 oldalt is találtam rólad a Facebookon, ezek után nevetítsék kis csákot, gyerekek, nem csinálok 4 oldalt.
Sőt, nem jelen esetben még az én oldalam sem. Az M1-esen a Komáromi lehajtóról készülnek a partifotók a rend Éber őrei által. Balu küldte nekünk, valami Jászberény, Jászeli Kiú, Trafi, ez pedig Eni üzente. Köszönjük szépen. Ha láttok, hallotok, néztek, észrevettek valamit, akkor küldjetek el. Jó? Feri 70-es, 40-esnek látszik. Jött SMS-ben. Szatyi írta, Jani, már kétszer lájkoltam, nyugi. Tökéletes. Köszi, Szatyi, te vagy az ember. Na, 3 perc van pontosan 7 óra. Jövünk nem sokára Ákos hírei után. Piti szünet, aztán már is itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, Klassz FM hallgató, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello! Mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk egy jó kis Offspring után. Igen, itt vagyunk. Egy jó kis reggeli ébresztő nóta volt ez. Azt mondja, hogy a főnököm furán nézett, mikor elkezdtem dobolni az asztalon. Ti vagytok a legjobbak. Valószínűleg a zenére írta ezt a hallgató. Azt mondja, hogy Bali, reggel felhajtottam a galéron, pedig nem vitorlázok, de rohadt hideg van. Szép napot nektek, Csabi. Igen, egyébként tényleg hideg van, úgyhogy mindenki öltözön fel jól. Hát most már ilyenek lesznek a reggelek, úgy néz ki, hogy ezt hozzá kell szokni. Bizony. Talán ez picit átlagon aluli, vagy felüli, most nem tudom, hogy mondjam, de nem szokott még ennyire hideg lenni szeptemberben, viszont egyszerűen hideg van. Talajmenti fagyok jönnek lassan. Reméljük, jövő héten a turnékon jó idő lesz. Sütni fog a nap napközben, az biztos, hogy kicsit csípős lesz a reggel, úgyhogy a soproniaknak mondjuk, mert hogy ott kezdünk hétfőn. Ugye a Deák téren öltözzenek fejjel. 9-kor már megjön a napsütés, de addig azért csípős lesz. Uh-huh. Van hősugárzó az üvegstúdióban? Van, 4-5 is. Igen? És 2-3 működik. Utolsó turnénk, úgyhogy gyújtsunk be mindent, hozzanak mindent a technikusok. Égessük el az üvegstúdiót. Tényleg, Pesten gyújtsuk fel az üvegstúdiót. Hát milyen menő lenne, nem? Az lenne a vége. Egy ilyen közös, egyszerű, óriási, imádnám. Yeah. Hát jó mulatság lenne. 10-es út már Solymári körforgalomnál halott, vadorzó küldte nekünk. Tisztelt főgáz, tigáz, vagy akárki, aki illetékes, M0-ás alacskai pihenőhelytől kb. 1 km-re keletre valami gázszag van. Szerintem menjenek ki. Max. És ne gyújtsanak rá, akik arra járnak. Ne gyújtsanak rá, igen. Lámpát vigyenek, ne gyertyával. Igen, és ne gyertyával nézzék meg, hogy honnan jön a gáz. Azt a szőlőnél szokták, és az más. Jaj, Istenem. A két sztori nem ugyanaz, nem. Hogy a gyertyát gyújtok, és lemegyek a pincébe, hogy megnézem, honnan jön a gáz, és akkor gyertyát gyújtok. Tehát nem jó. Még tegnap én is beröffentettem a kazánt. Nyilván nem úgy indult, ahogy én azt szerettem volna, úgyhogy... Nem, a szokásos... Hát pedig gyerekek, gyönyörű vadonatúj kazánom van, és az Istennek se értem, hogy most miért nem csinálja azt, amit kérek tőle, de hát nyilván össze kell még barátkozni. Átnézetted? Mert ilyenkor szezon előtt azt szokták csinálni, egy ilyen kis helyrepofozás. Most volt felújítás, az egész fűtésrendszert ugye felújították, erről meséltem ugye tavasszal. Igen. Na jó, de azóta aludt érted 3 hónapot. Azóta pihent a kis Vajlant. Kis kazánom. De majd fölhívom én a... Vajland urat. Mr. Vajlandot. Mr. Vajland, kérem, segítsen nekem Mr. Vajland. Van egy kis bajom a kazánnal. Nem, kértem tőle valamit, és nem csinálta meg. De nem olyat, hogy kenjen 2 vajas kenyeret a gyereknek. Aha, nyilván, igen, hanem hogy... meg a hátra, hogy középen, mert nem érdekel. Igen. Nem, fűtse fel a jacuzzi. Nem, nyilván nem. Hanem, hogy beállítottam a hőmérsékletet. És szerettem volna az egyik szobába 24 fokot varázsolni, 22 fok volt a szobába, de nem kezdenek el melegedni a radiátorok, és nem értem, hogy miért. Tehát, hogy így nem, a termosztát kattog, de nem melegíti még a radiátort. Még ellenáll ez a kis kazán, de aha, megkapja majd a maga kis rendszabályozását. Majd, ha kicsomagoljátok. Talán ez lehet, hogy lehet, hogy be kéne kötni. Érdekes tanácsok ezek egyébként. Viszont a pultot nézzük már meg. Mert hogy hívják, ezek a furán elinduló effektek, itt valami, hogy hívják, lidérc van itt. A Zsül megcsinálta a fekete-fehér igen nem effektet, uh-huh. Az elindult, igen, igen, hát hozzáértem az egérhez, meg itt rátettem egy távirányított életem, de most lehúztam, úgyhogy most már csak akkor fog, ha minden igaz, akkor csak akkor fog minden elindulni. Vagy az egérhez, hogy kóbor lélek van itt az épületben. Nem, ugye nézzük közben a tévét, és kezemben volt a távirányító, és hogy leteszem a távirányítót, az abban a pillanatban, ami nyílon van az effekt, azt ott belöki. Ezért vannak különböző nem várt effektek, a nem várt pillanatokban. Azt mondja, hogy Brisbane-ben tavaszban 25 fok. Jó, köszönjük az SMS-t. Hegyeshalom ki és be jól járható, Tom Edley írta, és ebben a hidegben leadhatnátok a Huna nyár című dalt. Leadhatjuk, tényleg.
kicsit variáltunk az zenékkel. Láthatjuk abszolút. A hegyes, hegyes halomról jut az eszembe, hogy Zsuzsa egész jól néz ki ma a mokkában. Na, mutasd. Na, a szemüveg fura rajta. Kedves vendég. Ugye? Igen. Én jobban szeretem, ha kibontott haja van. Uh-huh. Nem rossz ez. De... Én bírom az ilyen. Figyelj, varjálják az ő haját egyébként. Van, amikor mellé nyúlnak, de most szerintem tudsz, most van, jó. Most nem. Van, akinek jót tesz egyébként, hogyha sokat akar az arcából a haj, de az a kifejezetten jó. Az a Szebeni. Ja, Szebeninek nagyon jót tesz. És neki a csipkés top sem áll olyan jó. Egyébként igen. Na, a csaptelepen Mizu kérdezi TK. Hát a csaptelep mizéria zajlik. De nem, még mindig nem csinálták meg. Nincs még megcsinálva. Nincs. Fölhívott Mr. Hát ez kettő hete történt. Fölhívott Mr. Hans Grohe, és mert hogy elvileg ott egy Hans Grohe csaptelep van, és nagyon kedvesen kivonult Mr. Hans Grohe. És megnézték, szemrevételezték, elvonultak, és majd jelentkeznek. Tehát azért nem kell bontani. Mr. Ravakkal pedig egy Csehországból e-mailezünk, hogy vegyék vissza a terméket, legyenek kedvesek. Vegyék vissza, legyenek szívesek a terméket, mert nem minden csatlakozó ugyanaz a csatlakozó. De továbbra is fenntartom egyébként azt, hogyha te, nekem lenne egy ilyen boltom, ahol én ilyen szanitereket, meg fürdőszoba kellékét tárulok, én, ha én lennék az eladó, én minden egyes vevő figyelmét felhívnám arra, hogy ne megyen csatlakozó, drága uram, ne nézzem, menjen haza, nézzem. Nézzem meg, jöjjön vissza, jöjjön vissza, tudunk jót adni. Mert én vagyok az eladó, és ezt nekem mondanom kell. Egy érted? Az. És ő nem mondta. És nem rá fogsz haragudni akkor, ha menni kell még egy kört. Úgyhogy Mr. Hans Grohéval és Mr. Ravakkal folyamatosan tárgyalok. Mr. Ravak nagyon kedves, Mr. Hans Grohe is teljesen készséges, úgyhogy egyelőre tárgyalások vannak. De igen, de jobban örülnek, tovább is laborban fürdünk. Kevésbé kedvesek lennének, de megoldanak a problémát. Nem, hát most egy ugyanolyan csatlakozójú állókád csapot szerző, vagy próbálunk, hogy ne kelljen bontani, mert egyébként bontani kell. És eredetit nem tud adni, mert Hans Grohe úr befejezték a gyártását annak, amit... Nem, Mr. Hans Grohe nagyon készséges, fellapozta a prospektusát, és megpróbál valamit keresni. Igen, de ezt annyira kettőt rendeltek belőle a világon annak idején, mert olyan drága volt, úgyhogy nagyon keresni kell. Úgyhogy alakul a dolog, egyelőre rajta vagyunk, rajta vagyunk. Na, mit szóltok Brad Pittékhez? Hát beszéljünk erről meg magáról, ami egy kemény téma, de azt gondoljuk, hogy talán hasonló azért Magyarországon is megtörténhetett, ugyanis hát a vállások országa vagyunk. A vállások országa vagyunk, és szerintem rengeteg olyan hallgatónk van, aki tud majd arról mesélni nekünk, hogy milyen volt az, amikor ő úgy ment be a bíróságra, hogy ott szembesült azzal, hogy egykor szeretett férje vagy felesége, olyat állít róla. Élete szerelme, akivel egykor ágyba bújt, szerették egymást, nagyokat szexeltek, közös utódokat nemzettek, hogy nem is igazából érti, hogy mit mond az alperes vagy a felperes, mert hogy szeretné tőle elvenni a gyerekeket, és ezért ugye olyan dolgok kellett szembesülni, ami nem igaz. Tehát valótlan válásokat keresünk majd, illetve lehetetlen válásokat, amikor az egyik fél kicsit túlzásba vitte a kamuzást, és úgy szeretett volna valamilyen előnyt kovácsolni a vállóperből, hogy elkezdett lódítani, hazudni a bíróságon. Válással mi már sokszor foglalkoztunk, de talán ebből a szempontból még nem. Hát. Ami most ugye Angelináéknál zajlik. Annyira tanulságos, hogy vele gondoltok. Ugye nagyon durva. Pont ezen gondolkodtam, most egyrészt ugye az Angelina Brad Pitt-es ügy kapcsán, ugye ez a legfrissebb, meg egy magyar celeb pár kapcsán is, így pont tegnap gondolkodtam rajta, hogy így olvastam megint egy ilyen nyilatkozatot a magyar hölgytől, de egyébként ez tökéletesen illik Brad Pittékre is. Ugye Brad Pittről most kiderült éppen, hogy már veri a gyereket. Na mindjárt beszéljük át ezeket. Igen. Hát, hogy a pár hónappal ezelőtti újságcikkeket, meg nyilatkozatokat olyan szépen mellé tudnám tenni, hogy megnézzem a különbséget. Hogy a mostaniakhoz képest, igen, hogy három hónappal ezelőtt még életem szerelme, a nagy ő, mellette akarom leélni az életemet, ő az igazi, hogy hívják, együtt fogunk megöregedni, együtt temetnek el, még stb. És akkor most meg. És a repülőtéren meg verte a gyereket, és marihuánát kevert bele a viszkibe, és azzal próbálta meg elaltatni a gyereket. Mondjuk el, hogy mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit mond Angelina, és igen. Akkor indítsuk az elejéről a történetet, aztán megbeszéljük, hogy jó, nem jó, etikus, nem etikus. Nekem is sok bajom van ezzel a történettel, annak ellenére, hogy Brad Pitt elismert egy-két dolgot. Ugye mi történt?
történt az, hogy Angelina beadta ugye a vállópert, ezt nyilván mindenki tudja, mert hogy Brad elkezdett nagyon durván marihuánát és alkoholt fogyasztani. Igen. Amit egyébként Brad Pitt is azóta elismert, hogy valójában túlzásba vitte az alkohol és a marihuána fogyasztását. Jó, ennek volt egy finomabb verziója is, amikor azt mondta, hogy nem egyeznek a gyermeknevelésről alkotott elveik egymással. Igen. Na most ugye történt az az ominózus repülőút, ami után állítólag Angie beadta a vállópert a házuk pánik szobájában. Onnan írt le. Igen, mert annyira félt Brettől, tehát ez lehet, hogy aztán egy ilyen amerikai bulvár hírportál túlzása. De ő beadta a vállópert azért, mert volt egy ominózus repülőút, amikor ők repültek a magángépükkel. És ezen a magángépen Brad vállalhatatlanul berúgott állítólag, és elkezdte inzultálni fizikailag is, és hát érzelmileg is a gyerekeket. Azért egy 8 órás úton, ha apa valójában berúg, akkor azért az valóban szörnyű lehet, hogy egy légtérbe vagy nem tudsz tőle elmenekülni, senki nem állítja le, ott van mondjuk 8 gyerek, apa pedig részegen felrúgja a márványasztalt, a Falcon 622-esen be akar törni a pilóta fülkébe, és egy késen hadonászik, és terrorizálja a gyerekeket. Tehát... és ők utána leszálltak, amit nem is Angie jelentett, hanem két civil a repülőtéren, akik ugye azt mondják, hogy Brad annyira készen volt, hogy be akart ülni egy kerozin szállító kamionba, és azzal akarta elhagyni a helyszínt. Uh-huh. És én ennek azért tudok talán egy picit hinni, mert ha ezt már civilek állítják, akik reptéri dolgozók is ott voltak, nyilván nem találnak ki. Nyilván nem találnak ki ilyet, mert ha Angie mondja, abban van egy érzelmi töltet. Van az a fajta lerészegedés, amikor kiszállsz a repülőből, kirúgod az ajtót, lesétálsz a lépcsőn, meglátsz egy kamiont, kitéped az embert, és be akarsz ülni, és elvész a kerozsin szállítóba. Költségek is bevisz egy kerozsin szállítóba. Tehát ez egész egyébként borzasztó. A másik, ami egy mellékszála ennek a történetnek, hogy azért milyen érdekes, hogy valójában tulajdonképpen lehetsz te a világ leghíresebb embere. Lesz a világ leggazdagabb embere, legszebb embere, a legbefolyásosabb hollywoodi szereplő. Ugyanolyan hétköznapi problémákkal küzdenek, és ugyanúgy megélik ezeket a válságokat, és semmivel se tűnnek boldogabbnak, mint bárki itt a Földön. Hát igen, mit mond az ember, én ha ő lennék, biztos annyi boldog lennék. Nem, biztos. És valószínűleg tulajdonképpen ugyanazon a szinten vagytok, ugyanazokat az érzelmeket élik át, és semmivel nem boldogabbak. Nem. Pedig mindenük meg lehetne. Igen, tehát, hogy mennyire nem ettől függ. Nem szállítógépbe szállsz be a magárepcsitből, hanem a kukás autóba érted a, mit tudom én, Pengefi utcába megállni. Na most akkor jön a morális kérdés, és akkor ebben vitatkozzunk egy kicsit. Ami szerintem nem biztos, hogy jó. Tehát két ember, aki szereti egymást, de nem muszáj velem egyet érteni, mondhatjátok, hogy Angie-nek igaza van. Nem etikátlan-e a kapcsolatodra, és a amellett, hogy szerintem igaza van Angie-nek. Tehát el kell, ha terrorizálja a gyerekeket, vállalatlanul viselkedik, berúg, üszik, akkor el kell válni. De én azt sose értem, hogy miért árulod kicsit el azt, akit te valamikor szerettél, és együtt éltél vele. Vagy egyáltalán árulásnak számít-e az, hogy te ezt ilyen durván lenyilatkozod, mert ti mégiscsak valahogy egy szövetséget képeztetek. Történt valamit, azt mondod, hogy tönkrement, elhidegültünk, köszönjük szépen, szeretnék elválni. Ugyanúgy el tudsz tőle válni. De miért kell ilyen szinten ezt így, ilyenkor így kiteregetni, mintha kicsit magadat védenéd, hogy nem te hibáztad, ő miatt a mentőnkre a házasság. Azért, mert egy világ kérdezi meg tőled, hogy azt miért, amit a Jani mondott, hogy 3 hónappal ezelőtt még az volt, hogy ők a világ legboldogabb párja, és még öregbe fogadunk gyereket. Meg kell magyaráznod, és azt kell elmondanod a világnak, hogy gyerekek, azért, mert ez az ember egyébként ilyen, csak eddig ezt nem mondtam. Érted? Tehát valamit kell hozni, plusz saját magad számára is, azért ezt képzeld el egy ilyen kapcsolatban, hogy jössz ki, ott saját magadnak kell mondanod valamit, érted? Hogy mi az oka annak? Hát miért mondod el, azért, hogy az ember, akit te szerettél, nyilván igaza van. Tehát én azt gondolom, hogy akkor van egy pont, ahol el kell válni. Mert lehet, hogy azt... De miért árulod? Mert hogy óriás fájdalmat okozott neki a férje, például ebben az esetben. Ugye itt rengeteg információ, meg fél információ van, lehet, hogy soha nem derül ki, de lehet, hogy mit tudom én, 2 vagy 3 hónap múlva, egy fél év múlva, vagy egy év múlva tudni fogjuk, hogy valójában mi történt. Most ugye azt is rebesgetik, hogy Brad a legutóbbi forgatáson egy francia színésznővel egy picit. De azt már tagadta. De tagadta, hát aztán lehet, hogy fél év múlva, meg egy év múlva, meg már együtt fognak élni, és aztán meg majd kiderül, hogy mégiscsak nem, igaz volt az egész. Nem, terhes a csaj, meg igen, lenyilatkoztam már ilyen kotár, vagy hogy hívják, igen. Nem, hogy neki pasia van, és terhes, és boldogok is, hogy nem jött össze Reddel. Tehát annak hát, előtt... nagyobb csodákat is látott már. Na mindegy. Szóval, hogy... ilyen nő mellett azért én kicsit nem csodálom, hogy ízik meg szív. Szerintem az Angie nagyon kemény csaj. Tehát ez a szamaritánus nagykövet, ez nekem nagyon tetszik, de közben szerintem én rettenetesen pszichotikus, neurotikus nő, aki mellett azért nagyon nehéz. Ez egyértelmű. Ez a része ez egyértelmű. Ez lehet, hogy van benne egy olyan szintű sértettség, egy olyan szintű fájdalom adott esetben, ami fájdalmat ő így próbál meg törleszteni a férje irányába.
Hogy akkor most megtudja az egész világ, hogy te milyen vagy? Igen. Tehát engem szadisztál két éve. Igen, és akkor most mindent, amit korábban elnéztem neked, hogy meglegyintettem mondjuk a izét, a kis Sziánnak a izét, a bal fületövét, egyszer, ami azért valljuk be őszintén, ha mondjuk ki bocsánatos bűn, mondjuk egy családban az előfordul, hogy egy ilyen atyai sallert leakaszt a gyereknek. Jó, ha terrorizáltad nyilván a gyerekeket, akkor de egy rohadék. Mert én azt hiszem, eredet egyébként ez nekem nagy csalódás lenne. De ezt mondom, mondjuk... hogy egy hónap ezelőtt ez a terrorizálás, ez nem volt terrorizálás. Most ebben a szituációban, ebben az érzelme válságban, amiben vannak, ez most már terrorizálásként van beállítva. Egy hónappal ezelőtt még ez egy teljesen indokolt, mert hogy hívják, mert a gyerek hogy viselkedett, mert visszaszólt, vagy így tudom én. Most már persze úgy tálalja a dolgot, hogy terrorizálta a gyereket. Azt gondolnád, hogy jönnek, mennek, utaznak, baromi gazdagok, mindenük megvan, halálosan hétköznapi élet, megélik a boldogságot, és közben ugyanúgy harcolnak, ugyanolyan problémáik van, ugyanúgy veszekednek, úgy, hogy ez a világ két pontján, egyik forgat, másik forgat, hát örülnék kéne, amikor együtt hogy vannak, együtt, nem? Vagy, igen, meg a, meg a család, mindenki vagy nem tudom, valahol éppen Szíriában van, vagy Amerikában forgat, tehát az egész nagyon érdekes. Igen, kérdés, hogy ezt így el kell mondani, hát fene se tudja, nyilván valóban ő is saját magát menti ezzel. Meg kell magyarázni a dolgot, az álompár elválik, ez a hollywoodi hír, az álompár elválik. Hát arra mondani kell valamit, mit mondasz Angelina Jolie? Például... Meguntam Brad Pitt egy gyerekekkel. Én nem követem például, csak hogy vonjunk egy párhuzamot, bár azért nem biztos, hogy jó a párhuzam, de a sarkahajduk válása. Aha. Ugye hát celepárok, ez most a Magyarország színe előtt zajlik. Nekem az egyébként halálosan szimpatikus abban, hogy én még valójában mindig nem tudom, hogy mi történt, mert nem magyarázza meg, vagy nem mondja el, ők, akik azért a magánéletüket mindig a kirakatban élik, hogy ő megcsalt, én megcsaltam, én léptem félre, ő lépett félre, hanem az, hogy történt valami, elválunk, de nem kötjük az orrotokra, mert nem tartozik rá. Tehát nekem ez valami szimpin intézik. Nincs az a fajta mutogatás, érezni a katában, hogy van düh, meg láttam a havassal a beszélgetést, meg nyilván sértettség, de hogy van egy pont, amit te már nem adsz ki. Vagy már nem mondod el. Vagy nem árulod el azt az embert, akitől mondjuk van két gyereked, és nem teszed ki őt a nyilvánosság. Nyilván Bredet is baromira meghurcolják. Hogyha az van a sarka hajdú párosban, ugye ott fölrepent a hír, hogy Péter szétnézett másfelé. Ha az van ez felrepent, igen, azért mondok, de ha ez van a háttérben, azt meg nem szívesen mondod el nőként, hogy gyerekek, engem ott hagytak egy másik nőért, még ha csak egy alkalomra is, érted? Az Angelináéknál más a helyzet, ott a családon belüli bemariskázva a gyerekverés esete forog fönn. Hát azért a kettő a más. Igen, az valóban kemény. Meg ez egy ideig tűröd, meg azt mondod, hogy menj el habra, meg próbálsz vele együtt lenni. Aztán nyilván el kell válni. Na mindegy, fene se tudja. Hát. És igaz, hogy valami nagyon nagy ügyvédet szerzett Angelina? Angelina megszerezte Hollywood legdurvább válóperes ügyvédjét. De nem azért, hogy titokban elváljon, mert ő nem tud titokban elválni. Nyilván mindenki erről beszél. Ez a nő, ez még nem nagyon veszített válópert. Aki őt szerzi meg először, az jobban jön ki a válásból. Rettenetesen kemény a nő, rettenetesen tudja pontosan, hogy mivel lehet, hogyan lehet befolyásolni a bíróságot, az esküdteket, és hogy lehet a legtöbbet kihozni a bíróságból. Nagyon sok sztárnak sikerült ő már elválni, aztán Johnny Deppet is védte, pedig Johnny Deppet azzal gyanúsították meg, hogy megverte a saját barátnőjét, feleségét, bántalmazta, amit a bírósági tárgyalás hatására a csaj aztán visszavont, visszalépett tőle, és elég lett neki az a nem tudom hány millió dolláros kártérítés, amit jótékonyságra ajánlott föl. Tehát baromi kemény a csaj. Persze. Angie nem viccelt, Angie megszerezte magának. Jó, de... Azért is, mert ő már amikor Billy Bob Thornton-t elvált, szintén ez a nő intézte neki. Úgyhogy mondták, akik Braddel vannak, hogy Bradnek kellett volna ezt megszerezni, Angie mindent kifog belőle taposni. Az a nő az kőkemény. Talán jobban is jár egyébként Brad Pitt, hogyha nagyon gyorsan ezt a dolgot letudják, nagyon gyorsan elválik az Angelinától, és mert ugye ez később esetleg előfordult az, hogy mit tudom én, egy szerencsétlen baleset történik otthon, mondjuk előtt egy kukásautó, vagy ilyesmi, amit figyelj, Angelina vezet, tehát hogy... Én akkor sem tenném ki a nyilvánosság elé, tehát nyilván neki baromi fontos az image, az, hogy nézek itt, az hosszú évekig épített. Ha én Angelina lennék, akkor azt gondolnám, hogy nem teszem tönkre úgy a Bradet, hogy kiadom azokat a dolgokat, amiket ellenem vagy a gyerekek ellen elkövetett, holott nem értek vele egyet, és nagyon csúnya dolog, ez valóban megtette, de kell lennie még a válásnál is egyfajta empátiának, vagy olyan szövetségnek, amivel nem árulod el, mert nem tartozik mindenkire a te gyengeséged. Miről beszélsz? Na párok, jó, akik tévéket vágnak ketté, mert nem tudnak megegyezni, azon a rohadt színes tévén. Te ebben igazad vagy, veszekedjenek. Tehát, hogy veszekedjenek CD-tokon színes tévén, én azt mondom, hogy hallottam, hogy van barátom,
a kiváló pereségyűjtő, mondta, hogy 2 darab CD-t okomment egy 2 hónapig a veszekedés. Nem, szerintem van az a pont, amit azért nem teszed meg, mert valójában tönkre tudod őt tenni. És lehet, hogy ő marihuána függ és alkoholfüggő. Jó, de hát most már érted, vagy beteg, vagy szenvedélybeteg, de hogy egyszerűen nem teszed tönkre, mert nem adott ki ennyire a nyilvánosságnak azt, ami rátok tartozik, érted? Hanem már szóval, kiadta. Ki adta, ezt mondom, hogy ez egy morális kérdés. Kábítószeres gyerekverő a Brad Pitt, tehát ugye ezt már tudjuk. És az ügyvéd, az minden előfogsz. Igen, az a baj, hogy most már civilek is jelentették, tehát ha megpróbálsz elkötni egy kerozinos autót betépve a repülőtéren, hát az elég erős. Az elég erős. Ha egyedülálló vagy, és egy ilyen fiatal jápi, akkor azt mondják, hogy menő. De úgy szállsz le, hogy már gyerekek ott sírnak melletted, meg toporzékolnak, ez Brad imidzsének valójában nem tesz jót. Hát ezt kíváncsi vagyok, hogy ki volt az a civil, aki jelentette, és kinek a megbízásából egyébként, mert ez egy picit ez a munkatársunk jelentette kategória. Figyelj, itt nyilván a PR gépezet is ilyenkor baromira beindul. Azt mondja az NG-nek a menedzsere, meg a PR-os, hogy a te imidzsed nem sérülhet. Aki először felfedi a másik gyengeségét, az tud jobban kijönni az egészből. NG lesz a szent, aki megpróbálta a házasságot megmenteni. Brad meg a drogos alkoholista gyerekverő. Nyilván, ha te ezzel kijössz, akkor te tisztában tudsz kilépni ebből. Tehát innentől kezdve ez már a saját imidzsedről is kell, hogy szóljon, amire azért ők baromira vigyáznak. De azon nyilván... az áron is, hogy akit szerettél és 10 évig együtt éltél, az beletaposod a sárba, ezen áron. Na ez, ez az érdekes kérdés. Saját imidzsedet. Hát, úristen. Hát és mindent megteszel azért, hogy tönkreted a másikat. Ne adj Isten tényleg, hogy megtörténje, hogy egyszer Béka is a Erzsike néni a szomszédból. Úristen, azok egymásnak feszülnek. Erzsike néni, még egyszer akkor elmondom, maga látta a Ferit, ahogy végig lögdöste a Kossuth Lajos utcán a Somát, és leakasztott neki 2 pofont, miután leette magát tejfölös sajtos lángossal. És folyamatosan mondta a gyereknek, nem hogy... Nem láttam én semmilyet, nagyon rendes ember, szép szájderék legény ez a Feri. És rendesen mondja neki, hogy szódával issza a parrozét, érted? Nem ásványvízzel. Tisztelt bíróság. Már nehéz, na marha nehéz ügy, de inkább a folyamat az, hogy tényleg a szerelem hogy válik, hát nyilván nem egyik percről a másikra gyűlöletté, és mit képes annyira, annyira bírom az amerikaiakat, hogy annyira lazák, és annyira nem fér bele Magyarországon. Van egy amerikai talk show sztár, aki elmondta, hogy gyerekek, mind csodálkozunk, hogy icik és drogozik, egy hárpiával él együtt, egy őrült neurotikus nővel, egyébként hazamegy, ott van egy őrült neurotikus nő, aki tombol a gyerekei, meg 13 nyelven beszélnek. Angelina meg miért csodálkozik, amikor egy idiótához ment férhez, és annyira osztja mindkettőjüket, de leginkább egyébként hol Angie-t, hol Bradet, nagyon durván fogalmaz róla, és totálisan belefér, és olyan szavakat, olyan jelzőket használ Bradre is, ami itthon évekig rágódna rajta mindenki, hogy beszólt, de annyira lazák egyébként, úgy osztják a Bradet is közben, és de elképesztő jelzőkkel illetik. Oké, drága hallgatók, tehát a témánk a következő. Nyilván nagyon sok hallgatónk van túl már valamilyen válláson. Nyilván vannak olyan válások, amik eldurvultak, de most nem arra gondolunk feltétlenül, hogy mind ment a veszekedés, hanem azon lehetetlen állításokra vagyunk kíváncsiak, talán van egy-két ilyen hallgatónk is, amikor is tényleg bementetek a bíróságra, vagy beszéltetek az ügyvédetekkel, és ott szembesültetek, hogy mit mond rólatok a másik fél. Ami valószínűleg nyilván köszönő viszonyban sincs a valósággal. Tehát mit állított rólatok, mit hazudott, mivel próbálta elnyerni a gyereket, befolyásolni a bírót, a bíróságot, mit talált ki. Tehát most leginkább képtelen válásokat keresünk, olyankor olyanokat, amikor hát ti szembesültetek azzal, hogy férjetek, feleségetek, a sárba akar benneteket tiporni, és minden megtesz, hogy ellehetetlenítsen benneteket. Vagy anyagi szempontból, vagy a gyerekek felügyeleti joga miatt, vagy csak egyszerűen szimplán bosszúból. Mert nem is mindenhol van gyerek, vagy sok pénz, nem? Csak a bosszú. Hát egy válás, egy bosszú az aztán hát nagyon megkeseríthet. Vagy a CD-tok kércserébe. Vagy a 2 darab, igen. Mert nem akar lemondani a 2 darab CD-tokról. Presser Gábor CD-ről. Másolt CD. És egy Baby Sister CD-ről. Még 2. Na, tehát eldurvult válásokat keresünk, ezt írjátok meg nekünk. Amikor először jöttetek rá, hogy nem lesz könnyű menet, mert a volt férjetek, a volt feleségetek ezt találta ki rólatok, vagy ezt állítja, jó? SMS számunk 0670-645-0000, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Nevetgélnek rajtam, a hideg víz az oka, hogy kicsi a fárnyéka. Ádám lengyében keresi az Évát, de nem le más, csak Bélát, hát kiferri a részpipáját. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:40 pontosan, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és Bradről, Angelináról beszélgettünk, valamint az eldurult válásokról, és hát kiderült, hogy hallgatóink nagy részének is sajnos volt már ehhez, vagy ilyen szituáció szerencséje, amikor is hát nem úgy ért véget egy kapcsolat, ahogy indult, ugye nyilván nem tud úgy véget érni, hiszen minden kapcsolat rosszul ér véget, egyébként nem lenne vége, azért ez egy nagy igazság, nem, de tényleg, viszont eldurult válásokról beszélgettünk, amikor azzal szembesültél, hogy a bíróságon olyat kellett hallanod, hogy az ügyvéded azt mondta, hogy a volt férjed vagy a volt feleséged ezt és ezt állítja rólad. Körbenéztél és magadra mutattál. Én? Ja, ez én vagyok? Bocsánat. Igen. Tehát nagyon, nagyon durva sztorik jönnek egyébként. Most nyilván próbálunk szelektálni, az mindig is csak egy vidám reggeli műsor vagyunk, de tényleg jönnek nagyon kemények, amikor sok férfi, de akár nő is egyébként magából kikelve, hát teljesen valótlan dolgokat állít, vagy anyagi haszon szerzés céljából, vagy azért, hogy megkapja a gyermekeket. És azért ez számomra mindig nagyon-nagyon furcsa. Értem, hogy ebben van sértettség, fájdalom, és sok minden, de hogy mégiscsak együtt húztatok le azért egy csomó évet. Meg lettek gyerekeitek. Hol van hát, az már olyan? Hogy kor, tudják ennyire emberek ezt egyébként elfelejteni, és így kikelni saját magukból, vagy hát, gyűlölködni. Ugye... Nyilván nem könnyű, én voltam még ilyen élethelyzetben. Válásunk még lesz. Egyikünknek sem volt, én nem is tudok, ugye? Igen, hát neked lesz a legnehezebb helyzet. Igen, ez nehéz a bíróság. Neveddel akkor nem is lesz. De hát olyan volt, hogy el kellett költözni ugye hosszabb kapcsolat után, és ezt én sose tudtam megcsinálni, hogy akkor na, fűrészeljünk, nem? Hát ott hagyod, hát most... Ja, hogy fűrészék a bútort. Igen. Ja, most kicsit már csak gondoltam. A fűrészelés? Miért a fűrészelés? Miért egy jó búcsú szex? Hát az... Azzal nincs semmi baj, hát bárcsak mindenki ott tartani. Igen. Az én volt férjem azzal az indokkal adta be a vállópert, hogy iszom, nyugtatót és altatót szedek, verem a gyereket, persze nyilván drogozom is. A gyerek teljes felügyeletét akarta. Aztán kiderült, hogy amikor aláírtam a vállóperi szerződést, amiben minden pénz, ház, vagyon az övé, akkor hirtelen ezeket visszavonta, és a gyerek az enyém lett. Tehát kvázi zsarolás. Nem? Nagyon durva. Ismerősen feleségem mindennek a felét követelte válláskor. Erre a srác elővette a láncfűrészt, tévé, ágy, szekrény, minden ment. Aztán mondta, hogy viheted. Egy barátunk elvett feleségül egy vállóperes ügyvédnőt, amikor számon kérte a nőt a félrelépés miatt, a nő beadta a vállókeresetet, minden vitt, a gyerekeket is csak akkor láthatja, amikor a nő engedi, és még havonta elteszi nyilván a gyerektartást is. Na, kellett neked kiabálni a félrelépés miatt, látod? Bizony, még te jártál rosszul. Vállóperes ügyvédnőt elvenni? Nagyon kemény. Az énekszem azt állított, hogy az új páromos év molesztáljuk a gyerekeket és verjük, mindez persze, hogy kijelentette, ő nem tart igényt a gyerekekre. Azt állított, hogy alkoholisták vagyunk, drogozunk, két évig húzódott a per, átfogó orvos pszichológus vizsgálaton át kellett esnünk nekem, az új páromnak és a gyerekeknek is. Nem akar gyerektartást fizetni, ezért inkább felmondott a munkahelyén, hogy ne tudják vonni tőle az összeget, ami minimum 15 000 forint lett volna. Ez 5 éve volt, azóta sem fizet. Utána járt a dolgoknak, hogy hogy kell ezt csinálni, így behajtani se tudom tőle. De milyen szomorú, nem? Igen. Azt mondja, unoköcsém válláskor az anyós mit csinál a költözésekor, ketté öntötte a dobozos kakaókat két zacskóba. Mondván, hogy mindennek jár a fele. És a papírdobot is ketté tépte. Igen, és szétvalogatta a szemes borsot. Igen. Azért anyukákot tudnak nagy varázslatot csinálni ilyenkor. Hát nyilván igen, nehéz szépen elválni. Szóval ez egy baromi, baromi nehéz dolog, igen. Amikor letagadt a ház felé, tudtam, hogy nagy baj lesz. Szépen indul. A húgomtól a volt férje el akart perelni a 6 éves fiúkat, a bíróságon mindenféle okokat sorolt fel arra vonatkozóan, hogy miért alkalmatlan a húgom az anyaságra. Ezek között a legfontosabb az volt, hogy szegény gyerek senyved, mert a húgom nem ad neki gumicukrot. Ráadásul állandóan vinni akarja a játszótér a gyereket, így nem jó háziasszony, mert nem otthon vannak, mint mindenki más. Gondolhatjátok, milyen arcot vágott a bíró. Eddig ő küldte nekünk. Nem ad gumiszukrot, micsoda kegyetlen anya, de tényleg. Elképesztő. Milyen emberek. Volt férjem azzal indokolta, hogy nem akar gyerektartást fizetni, hogy ő nem fogja finanszírozni a ruháimat. Vezető pozícióban vagyok egyébként. 15 000-et ítéltek gyerektartásra. A bíróságon azt mondta a bírónőnek, nekem azért van munkám, mert lefekszem minden férfival a munkahelyemen. Neki azért nincs, mert nem lesz a csicskája senkinek. Ezt gondold el. Hát, amikor ez már nem is ugyanaz gondolom. Az ember, aki ott áll a bíróságon, mint akibe beleszeretve. A bíróság előtt ezeket a mondatokat bárki is komolyan gondolja. Tehát, hogy így mennél a bíróságra vállóperedre, és azt mondod, lekmázom az asszony, már bocsánat, de igen, ez van az a fajta sértettség, meggyűjt és harag, hogy nem. Ennél még durvábbak is szerintem. Nincs annyi eszed, hogy a bíró nyilván azt mondja, hogy te Jézus Isten. Azt mondja egyébként, a bíró azt mondja.
Szerintem. Tehát, hogy azért ezek a dolgok, azért is, ha lefekszik mindenkiért, és azért meg... Én meg a szabadságom miatt nem... Nekem nemrég mondták ki a válást, a sztori vicces része, hogy a legutolsó tárgyaláson a volt férjem ügyvédje kért egy 5 perces szünetet, mert az exem már annyira belekeveredett a saját hazugságaiba, hogy egyértelmű volt. Már a bíró is látta. Üzeném mindenkinek, hogy aki el akar válni, az el is tud. Legyetek erősek, menjetek, járjatok utána mindennek, a ti és a gyermeketek boldogsága miatt. Balázs kérdésére, senkinek nem kötelező elviselni semmit, ami a tettlegességgel meg alázással jár, nem az alkoholista drogos Bradbe szeretett bele. Nyilván mindenki felelős a saját döntéseért, Brad így döntött, hogy verekszik és inzultál. Barbie, aki nyilván Angie-vel van. Egy ilyen ember minek szül 3 gyereket? Szerintem Angie megvárta, amíg Jennifer Aniston férhez megy, mert azt a békát nehezen volt, nyelte volna le, ha vissza ott, ha visszafut hozzá, Brad. Ah, igen. Sziasztok, sokszor az ügyvédek túlbuzgósága a megfelelés kényszere miatt születnek rettenetes vádiratok. Nekem a válásom alkalmával az utolsó ügyvédi egyeztetésen ki kellett húznom a szöveg felét, mert az ügyvédem teljesen begőzölt és rágalmazó szöveget kreált. Nem engedhettem, hogy azt felolvassa, mert a fele hazugság és kitaláció volt. Azt mondta, de hát csak így lehet nyerni és jól kijönni a végén. Nem hagytam, mégis rendben elváltuk, írja egy hallgató. Azért ez is mennyire durva, nem? Amikor ott vagy egy felfokozott érzelmi állapotban, és az ügyvéd azt mondja, ezt is írjuk bele, és te mondod, hogy jó, írjuk még bele ezt is. És simán igen mondasz, hiszen egy ilyen pszichózisban vagy, amikor is bosszút akarsz állni, mert sértett vagy, vagy megcsaltak, vagy nem, elvették az autót, és akkor beleírsz egy csomó mindent. De hát ez biztos, hogy nagyon durva. Nekem a volt férjem azt állította a bíróságon, hogy legyilkoltam a kedvenc plüssmaciát. Jó, most jó. Nincs smiley jel, gyerekek, nincs smiley jel, el tudom képzelni. Igen, és így megfagyott a levegő. De előtte a még terembe. Meg is kínozta. Igen. Igen. Volt egy pasim, aki amikor elköltözött, elvitte a villanykörték felét, mondván azt, hogy amikor hozzám költözött, üres volt a lakás. 5 éve laktam már ott, amikor hozzám költözött. Jó, de gyertyával világítottál, biztos. Atya Isten. És akkor van, aki nagyon helyes SMS-ek is. Nagymamámék 63 évig éltek együtt. Hát ez is tök cuki ugyanakkor, nem? Igen, csak ez kevés. Külön tehát szobában. Ez az együtt. Jó, de akkor is együtt. De végül is. Igen. Na jól van, hát ilyen SMS-ek vannak. Van egy durva, de ezt nem olvassuk be, nem akarjuk, hogy nagyon megfagyjon a levegő. Hát nagyjából ilyen SMS-eket kaptunk. Durva. Kíváncsi vagyok, mi lesz a folytatás. Ez a szemünk előtt zajlik majd. Ez biztos, hogy biztos, közvetíték ebből, hír lesz mindenből. Ez, igen. Ki mit akar? És most nem akarja odaadni egyik gyereket se? Csak az van, hogy csak láthatás? Csak láthatás. Igen, hát Brett közös felügyeletet akar, de nyilván ezt nem fogja megkapni, csak láthatást. Aha. Csak láthatás. Igen. Mi teljesen normálisan váltunk ügyvéd nélkül 12 perc alatt, majd megöleltük egymást, és minden jót kívántunk egymásnak. Szerintem ez intelligencia kérdése. Be, nyilván, hát ez egy nagy köszöny, de hogy valóban így. Kedvesen vagytok így. Na játszunk akkor egyet. Itt van már is egy hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Ülész hebére faszír. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Azért az is durva, az én párom hülyék adójának titulálta a tartásdíjat. hülyék adója. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Csilla, honnan hívtál minket, Csilla? Hát én most autópályán hazafele. Honnan? Hol vagyunk most, Peti? Budapesten még. Tudod, az a nagyváros, nagy Magyarország közepén. Sok híd, egy folyószerű ja, ketté, hol lehetünk? Budapest. Budapestre jöttél, honnan jöttél akkor? Békéscsaba. Ja, és oda mész, vagy onnan jöttél? Igen, oda megyünk, megyünk haza. Mentek haza Békéscsabára. És hol voltatok akkor? Itt. Hát itt Pesten lakunk, és most megyünk haza hétvégére. Pesten laktuk, oda akkor rokonlátogatás? Igen, megyünk. Szülők? Igen. És ki ül melletted, pasi? Már hogy férj? Igen. Nem, még nem. Te nem akarod, hogy ő... Aha. Esetleg most hétvégén van a nagy bemutatás? Nem, már 7 éve együtt vagyunk. Milyen jó szó lett volna. Ó, átkértük volna a telefonhoz, hogy mit kell ilyenkor csinálni. 7 éve vagytok együtt. Igen, hát most vagy szakítotok, vagy összeházasodtok. Hát ez az. Egy pár tippet adhatok neki. Ez nem nagyon hajlik a dologra. Mi a keresztneve? Peti. Kritikus a 7. év? Kérdezi, kritikus? Nem. Nem, aztán, nem a 7., a 7. Peti, add át egy picit. Egy jó picit. Tanács, sokkal őszintében. Add át egy picit a telefon. Kihangosítom.
Aha, hogy te is halt. Igen. Itt vagy, Peti? Hello. Lehalkítjátok a rádiót kicsit, mert ez így nekünk nagyon rossz. Köszönöm. Nagyon jó. Peti, el tudsz egy picit távolodni a párodtól? Ki tudsz mászni a kocsi tetején? Na miért nem akarod elvenni ezt az asszonyt, te? Mondd meg nekem. Van idővel. Ne kamúzzá! Hát mi az a majd idővel? Hét éve vagytok együtt. Mire vársz? Én nem szólok itt egy szót se. Itt vagy, Peti? Itt vagyok. Na, csak kíváncsiságból, mire vársz? Miért nem veszed még érmeket, keresgélte? Csak mondom, hogy mi a jó válasz. Fiatalok vagyunk még. Aja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 j
ráérsz, akkor igen, nagy baj nincs. Most már ne gyere vissza, adjál nem nekik. Nem sietek, Isten őriz. Nézd, én azt gondolom, hogy 7 év után nem vettek el, sose fognak, de... De komolyan, szerintem van az... Nem így van. Tehát, hogy egy pali 7 évig nem szánja rá magát, nagy többség... Nyilván vannak kivételek, de a nagy többség azért az ilyenkor már nem akar. Lehet, hogy fél a házasságtól, nem, Csilla? Nem tudom. Te szeretnéd? Nem erőltetem, majd eljön az ideje. Aha, édesem, mert fiatal vagy és naív. Jól van. Még egy picit folytatjuk ezt a beszélgetést, nagy csöndben fogják végigutazni. Ez egy terápiás műsor. Hát itt mindig, ha kell segítünk, ha kell gyógyítunk. Szólásmondás, ez van még. Mehet? Mehet. Na indítjuk, akkor figyeljetek. Így szól. Knob, nyévröt, gésküsz. Na. Mutassuk még egyszer? Igen. Knob, nyévröt, gésküsz. 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 Ez a vége. Gésküsz. Siessetek. Gésküsz. Nem nagy. Gésküsz. Aha. Szükség. Na, szükség. Igen. Szükség. Mit mond Peti? Mit csinál a szükség? Mit mond Peti? Peti, mit mond? A szükség nagyúr. Az egyébként. Ha a szükség nagyon. Igaz. Főleg, ha rágyúr a szükség, akkor nagyon nagyúr. Igen. A szükség törvény bont. Szükségtörvénybont, basszus. Igen, Peti mindig... Igen, telefonban nagyon rosszul lehet hallani, meg most nem halljam, mert lehasszított a rádiót. Uh-huh. Kivonult a humán műveltségi kérdésekből, értem én. Figyelj, hát szükségtörvénybont ez lett volna. Azon kevés játékosok közé tartoztok, akik nem kapnak ajándékcsomagot ezért a játékért, mert mi már fixen beírjuk mindenkinek, hogy ez megvan, annyira könnyű a játék. Egy vidám beszélgetés után nulla ajándékcsomag, szerintem érdemes volt bennünket fölhívni. Be akartuk szállni a kelengyébe egy ajándékcsomaggal. Megcsináltuk a hétvégéteket. Igen. Hány kilométer még Békés Csaba? Peti? Hol vagyunk? Hány kilométer, Peti? Újhartyánál vagyunk. Újhartyán. Az még arra. Hát akkor beszélgessetek kicsit. Jól van, puszilunk. Igen. Szia, Csilla. Szia. Ciao. Sziasztok. De most úgy szerintem csönd van a kocsiban. Most ott szerintem csönd van. Majd egyszer csak Csilla megszólal. Tényleg nem akar soha elvenni? Ne hagyjuk abba ezt az egészet. Egy kicsi apró bogarat azért elültettük. Innen menj egy gyalog. Na jó van, oké. Mintha Balázsokból lett volna egy részlet a régi szép időkből, írja Józsi. Gyerekek, hát az ember kérdéseket tesz föl, mindig rátapintok a lényegre. 7 év után ott azért meg lehet. Igen, csak a Balázsóban a vége az lett volna, hogy Peti végre kibökte volna, hogy azért nem vette el még eddig a szerelmét, mert soha nem sétáltatta pórázon. Igen, és akkor vagy szerelmes egy 60 éves kalauz nénibe, és a kalauz néni ott ül a fal mögött. Ott valami fura csavar lett volna benne. Én tudom, mire vár a srác az igazira. Na, nem ész szemétkedni. Nézzétek meg Ferit. Hát ő is megtalált az igazit, és házasság nélkül is boldog. Tehát azért ez nem biztos, hogy csak tesz egy kapcsolatot boldoggá. Nem? Sőt, hát ne is szennyezzük be, érted, ezt a gyönyörűséget egy házassággal. Sok pénz kidobva az ablakon, aztán válás, válóper, így meg csak fogod a kis Junos tévédet, fölkapod azt a rikot. Így. Vagy visz egy gyereket, vagy nem, igény szerint. Egy perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, segítsünk azoknak, akik úton vannak. Jó, íratok, mi pedig jövünk Ákos után. Sora.
8 óra után vagyunk, 14 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Péntek van, ez jó hír, és hát süt a nap. Hideg van, ezt senkit ne tévesszem meg. Hideg van, mert hideg van. Tehát most igen. Nem tudom, mire akarom kifutatni. Senkit ne tévesszem meg, de higgyék azt, hogy meleg van, hiszen hideg van. Igen, arra gondoltam, hogy süt a nap, és talán az ember kinéz, és azt gondolja, hogy jó idő lesz, de most nekem 7 fokot mutat a telefonom, tehát csípős a reggel. Viszont holnapra 23 fokot ír, ami egészen barátságosnak tűnik. És azt látom, hogy jövő héten egész héten jó időnk lesz. Ugye Sopronban indul a nagy országjáró turnénk, a Deák téren jövő héten hétfőn ott kezdünk. Vadonatúj Suzukit nyerhet majd valaki, egy hűtőszekrényt, tele mindenféle laktózmentes terméket. Minden helyszínen van egy hűtőnk, ami megnyerhető. Más ajándékaink is vannak. Irgalmatlan akus szettek. Így van. És hát itt tényleg egy vadi új autó, ami azért elképesztő, mert azért az egy nagy dolog. Ma megyek érte, majd mondom, hogy akit vinni fogok, az készüljön, mert hétfőtől ugye fuvar van reggel, és ma veszem át a gépjárművet, és hétfőn meg tudom mondani, hogy milyen a nyereménye. Autó. Ad a szponzor neked kocsit? Hát, kisírtam. És te azzal jössz? Hát. És itt lapítasz, és itt hallgat? Hát ilyenkor egyből kettőt Balinak is hallgat. Hát mondtam, azt hát mondták, most... hogy nem merik a teljes doboz mellé. Hát Balinak, hát most a saját autómat tegyem a kilométert. Halló! Suzuki! Hát Balinak akkor hazen, kettőért megyek. Tesó, hát csak egyért... elintézte magának. Hát ezt nem is ajánlották. Azt mondták, hogy úgy is te viszed a hallgatókat reggel. Hát akkor érted, nem lehet és azt... És pont letették a telefont, amikor azt akartad mondani, hogy és akkor a kolleg, hogy itt vannak még? Megszakadt, igen. Aha, és te kezdted mondani, de hát a Balinak hát itt... Hát most komolyan mondom. És, ugye, hát. És nem tudtam a számot, mert számkijelzés nélkül hívta. Hát, és már nem tudtad őket visszaírni. Igen, nem folyamatosan foglaltat jelzett. Ezért. Hát biztos van valami nagyon durva ilyen 3000-es turbós vitarájuk, vagy valamilyen nagyon kemény, hát csapatnád vele. Biztos adnak egyet. Hát csak nem várhatják el tőled, hogy oda visszajárkáljál a saját autód, egy csomó előadás, ott el is mondtad egyébként, hogy ingázni biztos, fogok hogy nagyon sokat. Kell össze-vissza. Nem fogok tudni lenne aludni túl sok helyszínen. Hát most komolyan, most kell megtudnom, hogy nekik, hogy kikanyhalod az autót magadnak, de Balira nem gondolsz. Én hát miféle? Csak, tudod, hogy nem kérek soha semmit, az nem én vagyok a műsorban, aki... És így mondták, személyesen hogy... csak üzensz. Jani, mondd már belé. Komolyan mondom, megbántva érzem magam. Mert azért, mert a hallgatókat nem sodorhatjuk veszélybe, hogy érted, egy idegen autóval nem viszek el embert reggel, és akkor azt mondták, hogy akkor Feri, szokd meg. Szokd meg, hétvége legyen nálad, és egész jövő héten. És akkor, hogy hét elején. És miért igen. Kaptál rohadék? De te félreértetted, és mondtad nekik, hogy bármit megteszek érte. Szokd meg, Feri. Ja. De te persze férsz egy S-crosszba, hát kilóg a fejed. Úgy vezetsz, mint Ace Ventura, hogy kihajolsz az ablakon, és úgy nézettem. S-crossz. Egy nagy motoros automat a teljes extrákkal feszültem. Hát azt nekem is adtak, amikor Esztergomba volt a turné. Egy brutál jó, ilyen kis automataváltós kis csodagéppen mentem. Most is akartak, csak már. Ja, nem tudom, hogy akartak-e. Aha. Hát akkor drága Suzuki, tudjátok a számomat. Ugyanaz a számom, mint tavaly. Igen, semmit nem vársz. Nem, hogy később. Komolyan az angol autónak csinálja ki reklámot az egy Suzuki turné alatt. Hát ezt a Suzuki se engedheti meg magának. Nem állhatsz oda, igen. Hát nem állhatok oda, érted, egy angol autóval. Hát komolyan mondom, hát mi történik a Suzukival? Most értem. Még vasárnap is, de én hát nem tudom, nem sürgős ezt ma elintézni. Ez abszolút áttehetjük vasárnapra is az autó átvétel. Hát ilyenek ezek. Te pedig tényleg, ha jelzed, akkor ők abszolút segítőkészek. Szerinted hát én érted, Jánost én szállítom. Minden reggel találkozunk. Hát találkozunk majd a recepció halljába, amikor ott alszom, és reggel együtt megyünk a helyszínre. Rajtam fog élősködni egész héten, mert te megint előadod, hogy jaj, nem tudlak elvinni, Jani, mert Sopronból még nekem vissza kell jönnöm Nyíregyházára. Jó, de ez most így tök jó hangzott. Az mondjuk igaz. Na. Jó, reggel tényleg. Biztos, hogy szerintem egyébként most ezt így hallották Esztergomba. És szerintem ezt el fogják intézni. Mr. Suzuki már hívja az alatta található dolgozókat. Azonnal. Intézni, Barina, Kisi, Suzuki, gyorsan, hallom, rádió. Nagy Balhé, mi az, hogy Balinak nincs autó? Ne izgulj, Bali, Feri csak az Alfa miatt kapott Suzuki. Szeretnétek ti abba az Alfába ülni, gyerekei. De most tényleg őszintén, mi izgultál, nem érsz oda? Nem, miért izgultam volna? Nem az enyém állt. Nem az enyém állt hónapokat szervizben. Mi van, Feri Alfa, na jó, gyere, begy autóért adunk. Legyél ott a helyszínben, nem késhetsz el, nem robbalhatsz le. Nagyon aranyosak vagytok. De emlékezzünk mindig szép gondolatokkal az arra a 3 hónapra, amíg a Balázsi folyamatosan szervizben.
szervizbe állt. Az enyém meg nem állott. A jelszó nem kell mindig jól járni. Hát ez az én esetemben is az igen, hogy tud nem kell mindig jól járni. Hát néha az ember mellé nyúlhat. Hát én is néha mellé nyúlok. Mondjuk én nem emlékszem olyanra, hogy az olasz gyár ez így betámogatta volna egyetlen kitelepülésünket is. Megkerestük. Mit? Megkerestük. Nem tudták volna biztosítani a megfelelő járművet. Ide, hogy tudták volna. Csak mondom, most az új Alfa Nürburgringen oda cseszett mindenkinek. Tehát a Porsche... Szétes, előbb mit gondolták? Igen, előbb esett igen, három már oda cseszett mindenkinek. Oda cseszett mindenkinek. Kikönyökölt a hajtókarat célegyenesben. Így, pont három másodperccel vert rá minden márkára, aki eddig futott a Nürburgringen. Tehát aranyosak vagytok. Három másodperccel. Igen, ott valami csalás van, tesó. Ne nyomj be mindent, amit az alfások mondanak. Nem ők mondták, hanem... Három másodpercet rávert egy Porsche-ra? Igen, egy turbóra, egy 911-es GT-re, vagy mire vert rá? Igen, az új Giulia. Csináltak belőle egy bitangot, és akkor azt kivitték a... Giulia. Igen. Hát ilyen nyomi némmel, hogy lehet autózni? Giulia. Így lehet. És mi, Alfa GT, vagy mi lesz? Nem, ez a neve Alfa Giulia. Alfa Giulia. Giulia. Jézusom, igen, mert volt a Giulietta, meg... Giulietta. Az volt a kisebb, és most van a Giulia. De miért nem adnak neki akkor valami rendes nevet? Na. Hát valami normális, rendes nevet. Tessék? Például, hogy SX4. Nem, mert azt már használja a Suzuki, vagy Vitara. Nem lehet. Bali Vit Feri kocsiját. De. Tényleg, akkor ad ide. Tudod mikor. Ad ide az autódat, akkor én meg lemegyek azzal. Az nem full kettes, 4500-ös fordulat, 90 padlógázat, kettes. Tudod, ebben még váltani kell, ez rendes autó. Na, ugye. A pattintsd a kontaktodat a Suzuki-nál, nagyon gyorsan nekem. Most már ne adjatok neki. Figyelj, tavaly előtt is tök jól éreztem magam benne egyébként. Egy kézzel, automatával jártam. Mentem. Én nem tudom már, mi volt, de automata volt annyira felszerelt, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ennyire felszerelt. És nagyon... amikor visszavitték, ők sem tudták már, hogy mi volt. Igen, kiloptam belőle két szivargyújtót, három elektromos kapcsolót és egy billenő. És egy billenő kapcsoló. Ez melyik modell? Mit tudnak késezni? Na jó, mindegy, szóval... A megszólás után úgyis hívnak, ne legyérest átadni a telefonszámomat. Jó? Szerintem nem vállalnak be azt a szégyent, hogy most hirtelen a négy karikás gyár küld neked egy. Komolyan mondom, hát milyen világ ez, az emberek a saját autójával kell turnéra mennie. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit, valami segítsünk, hogy mit nem, mondtál, mert nem figyeltem. Mondtál valamit, csak mindig azt mondtad, hogy nem figyelek, de nem tudom, mit mondtál, mert nem figyeltem. Nem figyeltél. Na, hát ez egyik kedves hallgatónktól kaptunk egy levelet, és egy ilyen elképesztő esetre hívta fel a figyelmüket. Én nap mint nap tömegközlekedéssel jár ő is, és azt tapasztalta, hogy a Móricz Zsigmond körtéren délután 1:30 magasságában olyan látvány fogadja rendszeresen őt is, meg az arra haladókat, ami egyszerűen feldolgozhatatlan és elfogadhatatlan. Egészen konkrétan hajléktalan úr ott nyúl magához a nyílt színen, fényes nappal úgy, hogy emberek járkálnak körülötte, gyerekek is, diákok is, felnőttek, minden, gyakorlatilag ott fényes nappal úgy, senkitől sem zavartatva, hogy senki nem megy oda hozzá, hivatalos emberről beszélek, és mondja azt neki, hogy jó napot, hogy csomagolja már el azt, amit el kell, és aztán pedig fáradjon el velünk valahol máshova, vagy fáradjon el ön egy másik helyre, ahol mondjuk ezt a tevékenységet úgy tudja végezni, hogy nem zavarja el a másokat. Egyszerűen elképesztő. De várjál, mert a Szigeten például a futóknak mutogatós bácsit elkapják. Azt simán és elviszi. Őt nem viszik el. És őt nem. De miért nem? Mert hajléktalan? Igen, mert ott valamiért belefér. Mindenki másra mutogat állítólag, hogy ez nem az ő területe, ez nem az ő kompetenciája, nem neki kell intézkednie, ez stb. Ez rendőrségi ügy. És ehhez képest meg ugye egy napról napra gyakorlatilag mindig megtörténik. Azt nem tudom, mi történik ott 1:30-kor, hogy ennyire megugrik a libidója az öregnek. De hogy mindig 1:30-kor, nem mond már. Az a hölgy, aki írt nekünk, az a kedves hallgatónk, ő ilyenkor szokott arra fele sétálni, és ezt tapasztalja. Nagyon. Hát menj el, nézd meg, hogy ez valóban így van-e. Uh-huh. Legyél te egy ilyen felderítő sasszemünk. És menj el ma, és nézd meg, hogy ez valóban így van. És rögzítsem a tényállást. És kérlek, légy szíves, rögzítsd a tényállást, hogy ez valóban így van. Lehet ez egy következő poszta? Sebestyén Balázs official? Sebestyén Balázs official, utána jártunk, hogy ott van-e még a Móriczon a bácsi. Légy szíves, kapuajban van, vagy valahol ő fekszik középen? Nem, fekszik ott középen. Gyakorlatilag senkitől nem zavartatva. Tehát ott ő egyébként mindig ott pihen, csak 1:30-kor áll a zászló. Igen, valamiért. Hát figyelj. Tehát, hogy totál nonsense. De például az arra járó emberek nem zavarják el? Mondjuk tudom, hogy... Mit?
Tehát, hogy, hát tudod, de te azért most gondold el, hogy oda mész, és ez nem a te dolgod. Nem a civil embereknek a dolga, hogy oda menjenek, aztán intézkedjenek. És ha rendőrt hívsz, akkor mit mondanak, hogy nem az ő kompetenciájuk. Állítólag ott a forgalmi ügyeleten már csomóan jelentették, nagyon sokan szóltak már, de azt mondják ők is, hogy nem az ő hatáskör. Hát ő nem is akkor a forgalmi ügyelet. A forgalmi ügyeletnek nem, ez a rendőrség hatáskör. Tehát a forgalmi ügyelet azt nézi, hogy a hetes busz el tud-e menni a nem tudom milyen úton. Szerintem ők, tehát hogy neki az, hogy egyébként a busz megálló mellett. Hát, ezt nem az, nem is tud foglalkozni, persze. És magával foglalkozik, azt szerintem nem érdekes számukra, meg nem is kell nekik velük. De hogy a rendőrség miért nem lép, hát ez tök ugyanaz, mint amikor ugye a meséltem az iskolával, igen, kapcsolatosan a dolgot, beszéltünk a futókról, akiket ottan. Nincs különbség. Hát nincs különbség elközt, hogy mit tudom, elközt, meg elközt, hogy mondjuk a Városligetben valaki széttel egy balonkabátot, igen, és alatta nincsen semmi. Nincs különbség. Bár ugye a... keresném a különbséget, de nincs. Bárra bólítok, kevesebb a fa. Nem azért, hanem hogy ő nem olyan szándékkal, mert a mutogatós bácsi az úgy, hogy tudjuk, hogy milyen szándéka csinálja. Ő csak örömet szerezne magának, ha hagynák békén a Móricz Zsigmond körtét. Ha csak szellőztet, igen. Igen. Nagyon érdekes, furcsa. Hát nem tud az ember ezzel nagyon mit csinálni. De azért ma legyél az élő szerint. Nem tudok adni, de egy óra. legyél ma az élő. Direkt játsz most már arra. Járik, persze, járik így körbe, és így próbálom meg csekkolni. Aj, késik. Jaj, mindjárt fél kettő, és még sehol az akció. Én azért kell, Móricom van egy lánysuli, és lehet, hogy emiatt fekszik ott mindig egyébként. Lehet, hogy ez hozzá őt. Igen, ez hozzá őt erős izgalmi állapotban. Persze. Itt az ok szerintem kicsit kevésbé fontos, mint inkább az okozat. Hogy azért ezt látod. Most gondolod, hogy a gyerekkel sétálsz befelé, két gyerek egyik kezed, az egyik gyerek, a másik kezed, a másik gyerek, és akkor sétáltok szépen A-ból B-be, és azt látják a gyerekek, hogy ott a bácsi valami fura dolgot mivel magával. Mikor is ezt, mit, hogy magyarázod meg a gyereknek? Elfordítod a fejét? Hogy mit csinálsz? Hát próbál. Igen, terelsz. De szép stukóda föl. Fele se tudja, hogy igen. De alapjából ez közszemérem sértés, hát erre kiíthatod a rendőröket, egyértelmű, nem? Egyértelmű, de mondom, többször előfordult már, és mégsem változott semmi. Lehet, hogy a rendőrök sem hiszik el. Hát az nem lehet az. Lajos, az nem, hát biztos nem csinálhatja, hát az értem, hogy... Na mindenki, Lajos. Én ezeket a nyilvánosan szexelőket se értem egyébként számomra. Az is teljesen rejtély, hogy ki az, aki ingerenciát érez arra, hogy valahol félreálljon az ő párjával, szerelmével, szeretőjével, és így kocsira feltámaszkodjon. És de nem éltél igazán, ez most már biztos. De nem arra gondolok, hogy elvonultak valahova, mit tudom én, a hármas határizet zugaiba, és akkor ott, hanem hogy így a főút mellett. Hát nem, hát ezt meséltem, mit láttam egy pár évvel ezelőtt a főút mellett, ott Suzukinak neki támasztotta asszonykáját, és akkor rettenetesen ügyködött rajta. De azt nem rosszul látok, persze visszatolattam direkt megnézni. Nyomtam két dudát, mondom, óriásiak vagytok, csak itt. De én nem értem, tehát ez valakinek örömet okoz, én nem értem igazán, ha engem ez nem hoz lázba. Persze. Miért? Így elmentek a Bajza utcába valahova, és akkor bujjákotok valahol a Klauzál téren? Feldobja a békát az Alfának. Fényes nappal a térfigyelmű kamera alatt. Van valaki, aki ezt szereti? Van benne egy olyan nyílt. De más az, hogy elmentek tényleg valamilyen erdőbe, és akkor ott leterítettek egy pokrócot, arrébb pöckölítek a poloskákat, meg a sáskákat, és akkor azt mondta, hogy gyere béka, esünk egymásnak, várjál meg kicsit szúra csalán, menjünk arrébb, az oké. De azért nem mond nekem, hogy a Klauzál téren ott egy kapuajban azért nagy ingerenciát támad arra, hogy neki támaszd a békát, egy szemetes kukának. És ingerencia az van, de... Tehát azért ezt így nehezen tudom elképzelni. Ezt nagyon sok ilyet látok egyébként. A legszebb az volt, ha emlékeztek, ahol ment ez a Google autó körbe, ami ugye befényképez az összes utat, és hát ő ugye nem válogat, és volt az egyik képen egy ilyen, ahol éppen ment a móka kacagás, és föl is tették. Kitakarták az arcokat, tehát azt nem lehet látni, de egyébként minden más. A blőrözés magát, van benne valami jó, tehát mi is kapcsolatunk hajdanál, mi is csináltunk ilyet, hajnalán, tehát mi is csináltunk ilyet, hogy jöttünk haza a Bécsből, és akkor ott láttunk egy ilyen kis tisztást, megálltunk, többit nem írom meg, mert holnap megírja a Borsos Barázs az M7-es, az M1-es mellett bujálkodott szedek. Egy hétig szedegettétek egymásból a kullancsokat. Igen, de hogy kicsit szúr, kicsit kényelmetlen, tehát szerintem idillibb, mint ahogy elképzeled. Tehát az egész az olyan, hogy elkezdett a szabadban szeretkezés, az milyen jó, és az, amikor valójában ott vagy, akkor rohadtul csíp a bogár, szúr a bot, jön a muslica, csíp a szúnyog, és az egészen jó, mert hogy oké, most ezt csináljuk meg, de hogy egyébként meg figyelsz balra jobbra, hogy nem eljön valaki. Szóval szerintem jobbnak képzeled, mint amilyen valójában. De nem ettől izgalmas, hogy rajta kaphatnak?
Hogyha kvázi nyilvánosság előtt csinálod? Hát nem, nincs nyilván egy erdőben, azért kevés a nyilvánosság. Egy arra járó vadász mondjuk esetleg rád pörköl kettőt, mert azt hiszi, hogy... ott a fejem, látom, az belül egyet a szemed közé. Nekem is jól esik szíve. ott túl. Miért ilyen nagy szabadban? Szabadban egymásnak esők vagytok? Hát én szeretem az ilyesmit. Igen, tényleg? Persze. Erre, arra csatangol az ember. Mint megálltok egy disznó mellett, valahol úgy kigyorsan. Hogyne? És a disznó is beszáll. Nagyon hülye. Disznószag, erre mindig beírulok még kapcsolatban. Ez mindig magával ragadt. Meg a kolbászfüstölő illatát. Az aztán te, ahogy az beindít. Na gyerekek, egy komoly és kézpénzt összek, ha valaki elkapja Ferit, jó? Tehát legyen ez az új küldetésetek, hogy figyeljetek valahol az erdőben félreállított alfát, ha láttok, menjetek a nyomok után, mert Feri valahol ott üzekedik a párjában. Nagyon jó. Egy tópartján, most... jobbra-balra dől a nád, nem biztos, hogy már töri. Nem biztos, vagy vágja. Hogy horgászunk. Mondom, mi is csináltuk, hogy kipróbáltuk, de hogy valahogy nem jutottunk. Tehát én nem érzem azóta, hogy tényleg megálljak valahol, nem tudom. Az értáblánál. Megálljak az értáblánál, csak azt mondja, Miki is panaszkodott, hogy szúr a bot, de hát most nincs. Azért az izgalmas, hogyha valamelyik szomszédnak a kertjébe bemásznátok, és ott csinálnátok. Én szerintem ez beteg. Neked van ilyen, perverziót? Hogy... Az bátor lenne. Egy mászak át a két öreg nyugdíjas gróf leszármazotthoz, és akkor ott a spanyol kecskerágó bokor mellett tegyen maga, mi van. Nem, arra gondolod, mint oszpotékot. Elő. Csak félreztet, nem vagyok ezt! Hogy már egy két ügyel? Az olyan doszpot, hogy lábon lőni, és azért az nagyon nyomorúságos, hogy mesztelenül menekülnék a doszpotéktől, tudod, egy ilyen törölközött magam köré. Kényszerű időítézkedést foganatosítok! Igen, az egyébként jó lenne. Miért neked van ilyen vágyat, hogy bemászni a szomszédhoz? Vagy szerintem, hogy merül föl? Azért az izgalmas. Ez egy projekció nyilván, tehát nekem igen. Mondod, de közben erre te vágysz. És milyen a szomszédod? Mit szólna hozzá? Vagy van ott valami? Nekem igen, elég rendben vannak a szomszédjai. Tehát van ott egy kis műkőszegély, ahova le tudnátok feküdni, vagy egy medence. De úrva. Csak fehér kőkemény úrva. De pont ez benne az izgalmas. Így a hagyfáj. Nem tudom. Szerintem tudod, mi van ez így a kapcsolat elején. Oké, és akkor utána, de... Néha egy kis újdonság, hát olyan jó az. Igen, de volt valami, mentél a Dunavarsányi Gőzgombóc Fesztiválra, és akkor valahol félreálltatok? Nem jöttem a Dunavarsányi Gőzgombóc, ahol műsort vezettél, és akkor ott félreálltatok BK-val? Igen, még arrébb raktam a hátsó ülésről az elcsomagolt gőzgombócokat, amit hazavittem. Meg a lebencslevest ételhordokban, ezt kicsit kiraktad, átradöntötted az ülést. Nem a lebencslevest, azt már megittem az úton hazafelé. A 100 halombot a jól ajatott üzefesztiválon voltam éppen. Most voltam a múltkor, nagyon jó volt. És akkor onnan is, ahogy mentünk haza, persze, igen. Akkor a finomítatlan olajat eltettem. Az jó egyébként, hogy megállítod a liftet, az nekem például tetszik, vagy mint elmentek egy romantikus hotelbe, és akkor ott, mint a medencébe, de mondom, ez a susnyásba való, a medencébe. De neked a medence. Valahol. Tessék? És akkor utána te... becsúnyálkodtok a medencébe. És utána emberek pedig... abba úsznak. De az otthoni medencétbe csináld. Dehogy is, nem. Az nincs annál jobb. Amikor elmentek, de vannak olyan melleszállodák, ahol este 10-ig nyitva van mondjuk a meleg víz, és ne akkor le már. Tudsz menni. Tessék? Tesó, én oda csak tisztaságot viszek abban a medencébe. A tőlem csak tisztább lesz az a medence hide. Bármit csinálok. Tessék? Nem mondom, hogy jövő fejezésség kell jutni, de hát azért nincs olyan közben. Nem már idegen medencébe csinálni, hát az annyira... Ne haragudj, Jézusom, ne legyetek már ennyire. Mi van, papák? Mi van? Hát, idegen medencébe? Mert aztán a turkevei malacfesztiválon... Ja, Istenem, ne legyetek már ennyire, papák. Hát ott a gőzbe jön föl a meleg víz, este van, november van, sötét van, füstöl a víz, nem láttok semmit. Miki, azt hiszed, ott van meleg. Engedjen el. Én férfi vagyok, ó. Szóval persze. Hívhatsz bármi. Csak csináld már. Hívhatsz bárminek, de ez nagyon jó folytás, és közben rájössz, hogy a feleséget 20 méterre tőled kiabál, hogy Balázs Valet. Léci, ne. Ne, az mi van? Nem már, hát és a Gőzgombóc Fesztiválon csinálom, hanem ha eljöttem, hát érted? Soha nem volt még ilyen élményetek, hogy valamilyen gyönyörű, volt szabadtéri, a csillagos ég alatt egy wellness szálloda medencében este 10 órakor nem volt ilyen? Hát nem.
De mi hát mitől félsz? Hát, hogy utána jön a személyzet, az azt hallom a hátam mögött, hogy hozzátok a hálót. Ezt már halászni kell. Nem, vagy az a baj, hogy nem vagy romantikus. Aha. Tehát nem vagy romantikus. Elkezdene hörögni utána a víz tisztít. Jó, hát arról nem tehetek érteni. Nálad így leállna. Nálad így leállna a rendszer. Leég a botonáját. És így megállna a rendszer. Érted? Én ahol tehát megyek, az csak tisztább lesz. Tehát az nem romantikus, hogy az erdő szélén, az nem romantikus? Nem azt mondom, hogy nem romantikus, nekem nem annyira jön be, hogy ott mászik a kullancs beléd, csípa, izé, sáska, aha, és kettős izé, szúnyog ül a farpofára. Azért én ettől behalok, nekem ez nem. Az erdő szélén, Feri, az se egy biztonságos dolog, ott neki támasztod a békát a vadetetőnek. Aztán a seged megérik a sörétet, akkor meg utána azért kapaszkodsz. Na, drága hallgatók, írjátok akkor meg nekünk, tessék vallani. Jól vagy rosszul végződött a szabadtéri kaland, jó? Hol voltatok utoljára? Adjatok ennek a két nagyon konzervatív... Mi vagyunk? Nem fordíts már! Jó, Feri igaz, de a Feri jött vele ebbe a témában. János, aki kiborult a wellness szállodába, Velencébe. Az nekem sok. Hát, hogy ez igen? Érted. Na, írjátok meg, jó? Hogy hol volt, mi sikerült. Azt is írjátok meg, ha nyomorultat nyilván. Persze. Tehát, ha nagyon rákészültetek, kis piknik kosár, kis abrosz, leterítettétek, érted, éppen vetközött az asszony, és egy óvodás csoport sétált el mellettetek. Nagyon énekelve, jó? Tehát nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy nagyon romantikus volt, és beteljesedett minden, amit szeretetek volna, hanem nyomorult kültéri próbálkozásokat szeretnénk leginkább olvasni, amikor valamit elképzeltetek, egy idealizált szituációt, és aztán tényleg, hát vagy vadász jött, vagy rátot nyitott a kabinos néni a wellness medencében, ahogy János mondja, vagy hát az erdőben nem úgy sikerült a dolog, jó? Fura, hogy te ki vagy ezen a medencén, komolyan nem, azt hittem, ez neked tetszene. Nem, csak higiéniai szempontból. Hát miért? Na, este már nem kell fürdeni. Már este már fürdeni. Igen, most képzeld már. Azon fölmész a szobába, lefekszel, az. De ezt valaki használja utánad. Képzeld, mert igen beszéltek. De nem kell befejezni a dolgot. Hát csak ott valami kis maszatolás, kis együtt fürdés. Persze, persze. Terikém, úgy látom, leázott a szépség maszkot. Jó, hát tudom, hogy utána te kimosod a vizet meg a törölközőt, meg ezért kihalászod a dolgokat, de nem romantikusan kell ezt elképzelni. Miért más ember belemegy a büdös lábával, azt tedd, az tisztább. Jó, érted? Hát vagy belemegy és leáztatja a fenekéről a paksi magyarókat, meg a tűzérnaspolyákat, meg a húszárkörtét, meg a becsár talért, érted? Szerinted tiszta vízbe mész bele? Neked meg Erzsikém hámlik a orron. Na jó, Ákos jön a hírekkel, jó? Tehát rosszul sikerült, balul elsült szabadtéri próbálkozásokat várunk SMS-ben. Ez itt a Morning Show. Morning Show. 3:49 múlt pontosan. 2 perccel. Nem jön, elment telefonálni wellness szállodába? Nem wellness szállodába, most beszélni meg a Mónikával, hogy akkor ma délután az M0-ás mellett állnak meg valahol. Móni, hallottad a Balázsik, miket csinálnak? Hát időben nem megyek wellness szállodába. Igen, és ebben mondjuk igaza van. Abba más is fürdik. Ne tedd tönkre őket. Sose tudják meg. Mindig zárás után kéreckedünk be a medencébe. Tehát mi, mindig csak, amikor bezár a szálloda a wellness résznek, akkor gyorsan 2000 forintot adunk még a biztonsági őrnek, a takarítónőnek. Csak mondtam, hogy jelentettek már biztonsági őrök. Igen, már jelentkeztek egyébként, hogy valóban igaz a történet, mert láttak itt ott. Gyerekek, hát mindenkinek van valami fétis egyébként. Na, megbeszélted Mónikával? Mit? Mi nem fogunk ilyet. Én nem akarok ezzel szembesülni, meg egyébként a mi formánkat ismerő, rögtön tényleg bejön egy nyugdíjas csoport után. Felolták őket, és távolról hallanak, hogy közelednek a hangok, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a papajás pakolást én diplomálnám, Terikém. Jó, én megyek az toporézisre, jó? Nézd már, valaki van a medencébe, beülünk. És ott van, ott lennétek ti. Jó félnek látszódnak. Igen. Kedves Balázs, kérjük ezentúl, kerülje vele szállodánk szolgáltatásait. Üd Eger, Szalók, Zalakaros, Miskolc, Tapolcra. Jövő Balázs, tavaly mi egy szállodában wellnesseztünk, remélem. Csak remélni tudom, hogy utánatok voltunk a medencében. Igen. Mi szeretjük az efajta feelinget. Utánatok használtuk a jacuzzit, és 9 hónapra megfogant. Na, hát nagyon jó történetek vannak, ugye arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor az ember szabadban próbálkozik, egy kicsit hancúrozni a párjával, és aztán nem úgy sül el, ahogy szeretném. Nagyon helyes esemesek vannak. Szó átvitt értelmében, igen. Velünk a következő történet, autóztunk a párommal, látunk egy jó kis erdősávot.
az úttal befelé, gondoltuk, hogy egy picit hancúrozunk, egymásnak esünk, volt nálunk egy pléd, elkezdtük ott, aztán inkább a kocsiban folytattuk tovább, jól áll voltunk, párásodott az üveg rendesen, egyszer csak valaki kopog az első szélvédőn, kinyitom, kintja a párom, hogy mi a fene történt, itt ott állt egy hajléktalan, bátyja a plédet elvihetném. Bátyja. A plédet elvihetném. Látunk a párommal úton hazafelé egy magas lest, fél éve telt, mire jutottunk oda, hogy ki is próbáljuk. Sikerült egy erdei út mellett itt választani, amíg ott voltunk, öt autó ment el mellettünk, és rájöttünk, hogy nagyobbnak gondoltuk a helyet is. Attól féltem végig, hogy egy szálka megy a fenekembe, és szétesik alattunk a szerkezet, ami küldte nekünk. Egy erdő mélyén már nagyon a lényegben jártunk a párommal, amikor egy idős bácsi nekiállt mellettünk berúgni a Simpsonját, mint kiderült cirok seprűhöz vágott anyagot, ezért nem láttuk, hogy végig ott bujkált az akció alatt. Egyszer a párommal látunk egy magas lest, igen, ezt olvastam. A kalandom az volt az erdőben, gondoltuk a pasimmal szexeljünk, bokor mellett voltunk, majd jött az öreg, és lovas csapat ugratott felettünk. Felettünk! Beaküldte nekünk. A Tiszán csónakban volt egy kis móka, csak a víz vitt minket, a horgászok furcsán néztek ránk, a végére a csónak is leengedett, ki kellett, hogy evickéljünk. Piac téren hajnalban egy asztalnak támaszkodva szerettünk volna együtt venni, ám a történések közepén megérkeztek reflektorral az árusok. Azt a kapkodást és azokat a tekinteteket soha nem felejtem el. Így egy hallgatunk. Valaki pedig itt van a vonalban. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, Zsú, Nati, hol voltatok? Van itt a közelünkben egy ilyen kis elhagyatott bányató. Senki nem jár oda, szerintem nem is tudják, hogy ott van, és hát ott voltunk kint egész nap. Marhán ráértünk, és hát értitek, hát akkor... Egymásra találhatunk, igen. Közben mondom, ilyen kis szeplő jött. Jött egy repülő a fejetek felett? Aha, ilyen kis szét a repülő, nem is tudom, vitorlás, vagy minek nevezik. Ment ott egy kört még. De hát az úgy nem zavart, azzal nincsen semmi gond, és akkor, mikor úgy végeztünk, pakolászunk, és akkor meg besétálnak a fa mögül a kis család, apa, anya, kisfiú. Kisfiú is, tényleg? Nem tudom, mióta vártak ott, fogalmam sincs, vagy pont akkor jöttek volna abban a szent pillanatban, hát nem hiszem. De rajtatok keresztül akartak ők is eljutni valahova? Tehát nem, ők is lejöttek a vízhez. Lejöttek a tóhoz, megvárták illedelmesen, míg befejezitek. Aha. Hát gondolom, hallották, hogy valami folyik ott. Ja. Aranyos. Mondták, hogy Pistike, gyere vissza a fa mögé. Várjuk meg, amit befejezik. Ja, csak a gyerek ott áll. Mondták, jaj, nézd csak arra, az ott milyen szép fák vannak a másik irányba. Igen, valószínűleg levették, hogy mi történik. Hát gondolom, mert azért biztos hallották. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Egy bányató partján voltunk nagyon jól, egy padon, egyszer csak megveregette a vállam egy srác, hogy nem láttuk-e a bicikliét, mert valaki ellopta. Azt mondja, hogy kimentünk a közeli mezőre romantikázni az exemmel, már javában ücsködtünk, a talpam a szélvédőn belülről, az exem feneke ugyancsak jól látható volt, mikor már majdnem a csúcsra értünk, hirtelen felkapcsolták a reflektort, Premier Palma láthatott minket a mezőről, a szemben lévő autóból. Mesztelenül hátra menetben távoztunk. Anna küldte nekünk. A szép mendei határban nekikezdtünk, ahogy kell, de ránk rontott egy vatkan. Mondanom sem kell, életünkben nem futottunk még akkor át, és Pisti küldte nekünk. A második találkozás erdőben megtörténnek az események, majd mikor indulnál rájössz, hogy megsüllyedt a sárba az autó, gyönyörű érzés szex után, mikor odaszólsz a kis csajnak, hogy te told már meg, légy szíves. Felbecsülhetetlen. Nekem is volt egyszer egy ilyen estém, egy tó mellett, szép, jó volt minden, romantikáztunk, míg pont egy horgásznak, akinek elfoglaltuk a helyét, meg nem érkezett. Nagyon fair volt, adott egy kis időt, amíg felöltöztünk. Csilla küldte nekünk. Bakonyban egy barlang bejáratánál romantikáztunk, mikor beteljesedett a dolog, és befejeztük a köröm sötét barlangból, kiszólt egy női hang, hogy mindent láttunk. Kiderült, hogy 5 méterre tőlünk a sötét barlangban szintén volt egy pár, csak mi nem láttunk be a barlangba, mert hogy ott sötét volt, ki pedig világos, úgyhogy ők mindent láttak. És végig bozizták az egészet. Igen. Jobb, mint használt, hogy brum. Volt barátom, elhatároztuk, hogy kimegyünk csillagokat nézni, szabad ég alatti szex, előkészülünk pokróc, rendesen bele voltunk melegedve a dologba, amikor megjött a bátyám, és megkérdezte, minden rendben, nem fáztok?
Erdőszéli tisztáson autóban, amikor letöröltem a párát az ablakból, egy komplett birkanyáj bámult befelé a juhásszal együtt. Azért az is elég szürkés lehet. Nem letörlöd, és ott állnak a birkák. Igen. Mi egyszer egy tiszai stégenestünk egymásnak, az akcióhoz egy egész turista hajó gratulált. Parádi erdő, 5 bögői csípés, 0 élvezet. De nagyjából egyébként ennyi van benne. Ja, ezt az egyet találtad, az összes többi örül neki a szabadtéri szexnek, te meg ebbe kapaszkod. Janinak a wellness szállod a fürdőjéből, igazából az a baja, hogy drága. Igen. Egyértelmű. Ha nincs benne a csomagárba, akkor nem. Jani eleve nem egy nagy vízimádó. Szóval, hogy... Nem. Igen. Mi a Dunaparton szoktuk, mi egyszer egymásnak estünk, egy folyami luxushajó, meg egy uszály kötött ki akció közben mellé, nem hittem a szemünknek. Na jól van, Gyulai Várfürdőben az exemmel a medencében, főszezon, de jó. Na hallod, látod, mások is csinálják azért, tehát mire te bemész abba a vízbe, ott már egy csomó minden történt. Úgyhogy ettől nem kell. Eddig se járt fürdőbe a Jani, na de hogy most nem teszi a lábát az vízbe. Nem leszel. Hát ez nagyon, akkor ez nagyon, nagyon, most mi nagyon vigasztal engem, hogy nem csak sebestjénik után kapok egy hajszálvékony úszósapkát. Próbáld ki egyszer, eleve nem vagy tényleg nagy vízbe járó. Nem. Tehát, nem. Hogy nem mész. De nem, a Balatonba sem mész, a Velencei tóba sem mész, az Atlanti-óceánba sem mész, földközi tengeren, nagyon nem szereted a vizet. Lep meg egyszer Mónit egy ilyen romantikus wellness hétvégével. Egy éjszaka elmentek ilyen kis baldahinos ágy, rózsaszirmok, lecibálod a wellnessbe, 10 után ad 500 forintot a biztonsági őrnek, nyitva adja a wellness. Hogy kapcsolja ki a vízszűrőt. A vízforgatót nem beszipan. És kicsit ott így rákezdesz egy ilyen csillagos ég alatt egy ilyen kültéri medencébe. Elkezded, aztán a Móninak tetszik, ő is beszáll. Próbáld ki. Kicsit néha az embernek ki kell lépnie. Ha azok a medencék mesélni tudnának, miket mesélnének? Mik történnek egy wellness szállod a medencében? Érted, tudni persze, nem akarom. Persze, hát. Rengeteg fehérjéről, kukoricáról. A szaunában? Hát a szaunában is egyébként. Na jó, de a szaunában is vannak azért olyan, hogy is mondjam, csak iratlan, meg írott szabályok, amiknek meg kell felelni. Tehát én azt sem szoktam érteni, amikor szaunában mondjuk valaki bejön, és így letotjan a nagy seggével csak a izére, az ülőkére, és aztán körbe izzadja az egész autót, és azért viszel magaddal egy törölközőt. De hát te meg ott vagy a kis jéger alsódban a szaunában. Hát érted, én meg bemegyek a izére. Nem, a kis szandálom a jéger és gumicsizmában. Na jól van, mutatjuk gyorsan a beugrót, figyeljetek. Na jó, hát azért. Ebből az egyiket egy másik dallal nem akarjuk meghallgatni? De, lehet. Valamit berakhatnánk. Jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mit hallottunk. Jó, 2 darab dalcím, előadó, ez tehát a kérdés. Úgyhogy, igen, írjátok meg, mi volt, jó? Én panellakásban lakom, a földszinten épp nagyon szerettük egymást a barátnőmmel, de az ablak itt van, ott egyszer csak benézett egy idős néni. Erzsike, mikor kezdődik a kalambó? Jó. Úristen, de jó duma. Na, péntek van, kérdés-válasz rovatunk, elmaradt a múlt héten. Miért is? Ja, a gólöröm játékunk miatt. Úgyhogy tiétek az éter, tiétek az SMS fal, amit szeretnétek tudni, megkérdezni, beszélgetni velünk. Interaktív 20 perc, ezzel szoktuk zárni a hetet, amikor is nem témázunk, nem témával, egy bizonyos témával foglalkozunk, hanem válaszolunk minden kérdésre, amit hozzánk intéztek. Szinte biztos, hogy ez jövő héten nem lesz. Ez biztos, hogy nem lesz jövő héten. Mert hogy ugye Dunán leszünk, a kitelepülésünknek a zárásaképpen egy nagyon speciális helyszínen leszünk ott, és ki fogjuk sorsolni ezt a fantasztikus Suzuki-t, amit egyébként egész héten reklámozni fogunk itt a műsorban is, egyébként SMS-ben is lehet majd játszani, mert nagyon sokan kérdezték, hogy azok is játszhatnak-e ezért az autóért a fődíjért, akik nincsenek ott a kitelepülések helyszínen, igen, játszhatnak, de ezt majd jövő héttől kezdve majd hallani fogjátok, mert nagyon sokat fogunk róla beszélni. Szóval jövő héten nem lesz kérdez felel. Csak ezt nem akartam mondani. Így van, úgyhogy írjatok. Jó, kérdezzetek nyugodtan, mi pedig jövünk Ákos hírei után, és hármasugrást is játszunk, írjátok meg, hogy mit hallottunk. 2 darab dalcím, vagy előadó, az kell nekünk, ha szeretnétek játszani. Mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Én a régi vagyok, tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Szebb vagy nem, egyszer hazajutok. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni.
Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hát, a régi Ákos azért az régi Ákos. Jó, bizony. Jó kis dal. Szeretem én is. Kicsit lassú, igaz, nyilván, de jó volt meghallgatni, az ember picit nosztalgiázik. Eztán az első albuma volt, nem? Amikor kivált a Bolondzából, nem? Ezzel a albummal, ezekkel a dalokkal. Nagyon bólogat. Ugye, ez volt az első szólóalbum, amikor megszűnt a Bonanza, és akkor jött az Ákos. Ügyesen váltat, ez azért keveseknek sikerül. Tehát, hogy egy zenekar élén vagy frontember, és akkor utána így jól megcsinálni magad. Demi Rózsi. Igen, jó. Akkor még egy következő. Ott volt a Bergendi, ott volt a V-motorok, azok is sikersztorik voltak, és aztán a szóló karrier, az meg gyakorlatilag legenda. Csodálatos számokat írt. Hát de nagy-nagy tehetség, igen, Ákos is, Rózsi is, persze. Tököli áll, a Bosságtól a Zuglói vasútállomásig Zsolt küldte nekünk, útépítés miatt 2 kilométeres a sor a 86-oson Szélsárkánynál. Üzeni Laci. Polgár Peti, bocsánat, beugrott közbe. A Story zenekarba bazgitározott, és utána pedig megcsinálta a szóló karrier. Jézus, hogy úristen. Hú, de jó példa. Szívba jött. És milyen szóló karrier csinált? Igen, azt hittet, hogy itt áll valahol mögött. Igen. Milyen szóló karrier csinált? Figyeld a szóló karrierjét? Figyelj. Erre gondolsz? Mit szóló karrier? Igen. Várjál, refrészletet várjál. Mikor Angelina itt volt Peste, Peti írt egy dalt. Tökéletes, és még most is aktuális. Mindig bent lennék, amikor fürödne. Breddel volt itt, ugye? Jön újra Bred és Angelina, 37 évesen is még jó. Csajszik. A nagy családba jó lenne beférni, Jolit minden nap bírnám. Szeretni. Nem baj, ha a fürdésről leszokna, hogyha minden reggel puszilna. Bred megosztan ez a szombos maszkos, amíg ő filmez, addig én. Ajjaj. Úgy szeretném, ha lenne szerencsém, Pesten meglátnám. A régi szép idős. Itt még együtt voltak szerelemben. Tudom, nem hagynak, na jó, hát sikeres szóló karrier. Sikert ma elsőként mondanak. Imádjuk, szeretjük Petit, igen. Na, azt mondja, hogy Csordás Tobó, gondolom a Csordás Tiborért, Csordás Tipos Mafu. Milyen szó, ez neki csak szóló karriere volt, vagy volt zenekarban? Hát a Csordás Tibor. Ja, Csordás, jó, most én a másik Tiborra gondoltam. Például a pszichózenekar. Én a másik Tiborra gondoltam. A Tiborra. Kocsis Tibor. Kocsis Tibor, igen, neki ugye nem volt zenekar. Oktogon felé, Bajza utcán a trafi. Na, nézzük akkor a kérdéseket, gyorsan. Persze, hajrá. Azt mondja, a páromnak lábfétise van, szerintetek ez normális? Teljesen. Szerintem teljesen. Fel lehet vállalni, ezt mások előtt kérdez egy hallgatóm. Hát nézd, hogyha egy buli kellős közepén letérdel és elkezd nyalogatni a lábad, az nyilván magyarázatra szorul, de hát szerintem egy szép női láb. Hát azért lehet rajongani. Hát rajongani lehet, de azért ilyen beteges, akkor azért az mindenképpen ezen felvállalható, nem? Te beszélsz a betegesről, aki jacuzzikban. Figyelj! Egyre kevésbé gondolom dolgokról, hogy betegesek. Micsoda, kiakadtál egy wellness szállodászer? Na az jó, hát az higiénés szempont. Azt mondja, hogy sorozat Mr. Robot. Nézitek, ha igen, mit szóltok hozzá? Kérdezi egy hallgató. Hát én néztem az első részt, én nem voltam annyira elájulva tőle. Én nem nézem, nagyon jó. Én szerintem nem egy rossz sorozat, de van már belőle több évad. Amit most hallottam, és mert eltök nagyon jó, az a Black Mirror, a fekete tükör, állított egy angol minisorozat, és szenzációs. Most mindenki erről áradozik, úgyhogy érdemes esetleg azt megnézni, ha sorozatokat akartok nézni. Az most egészen jónak tűnik állítok. Még nem kezdtem el nézni, de nagyon jó. Ettől a Stranger Things-el egyébként annyira nem vagyok elájulva. Most már néztem majdnem egy évadot belőle, és szóval, hogy azért túl hype-olt sorozat szerintem. De nem, nagyon kis kellemes nézni való. Nézni való, de nem ragadott annyira magával. Igen. Én a Mr. Robotot nem néztem, valamikor oda kapcsoltam, láttam, azt hittem az a Mr. Robot, de aztán rájöttem, hogy csak Balázs tolja a rutinból a kicsi óriásokat. Abban a műsorban a beceneve nem Mr. Robot, erre gondolsz? Rutinval. Hogy nem rohadsz te meg. A gyerekek. Profi az profi, Na most érted, ez van.
Miki mondja mindig, hogy olyan vagyok abban a műsorban, mint egy másik díszletből besétáltam volna abba, és értem. Nem tudod, hogy most ezt kell vezetni. Jó, oké, akkor megcsinálom. Itt vagyok, te ki vagy? Mindig mondjam, hogy nem így van, mert egyébként ők helyesek a gyerekek, meg én nagyon szeretem őket. Ma nem egy üres stúdió, hogy egy száraz próbál, ugorjál már le. Olyan neked is kicsit. Kicsit leugrom a képernyőről? Hát persze mindenki cuki, mindenki aranyos, mindenki tehetséges, mi a fenét keresek én ott, nem? Tehát, hogy egy kivéhetben cínikus 40-es, tehát mi az Isten csinálott ez a csávó, minden műsorban mindenkinek mindig csak beszólt, meg mindenkinek csak szívja a vérét, mi az Isten csinál egy ilyen feel good műsorban? Igen, ez a kedves aranyos az. Igen. Hát kösz. Milyen gondolkodásmóddal próbáljam felfogni a matematikát, ha olyan szinten állok vele, mint Balázs? Kérdez egy hallgató, kár, hogy nem írtad alá, hogy hányadikos vagy, egyetemista, általános, gimis. Figyeljetek, hát túl kell élni. Engedd el, ugye? Én nem értem a kérdést. Utálja a matekot, de nyilván tanulnia kell. Hát, tehát erre gondol ő, hogy az általános iskola vagy gimnázium. Tehát egyszer muszáj foglalkoznia velem. Én amikor az édesapám egyszer befizetett egy nyárra, mert én rettenetesen hülye voltam mindig a matematikából, és az édesapám befizetett egy magántanárhoz, uh-huh. Én komolyan mondom nektek, akkor szereztem az első pozitív élményeket, az első sikerélményeket. Amikor egy tanár úgy kezd el veled foglalkozni, hogy csak te vagy ott. Csak te vagy a fontos, csak rád koncentrál a te képességeidre, és csak veled próbálja meg megértetni, csak neked próbálja meg átadni az anyagot. Ott jött az első néhány sikerém, és kezdtem élvezni a matematikát. Nő volt? Nem, egy nagyon kedves kis pocakos bácsi. Meg az, más volt a stílus, mint a matek tanáromnak. Meg az, hogy koncentrált rám, hogy figyelt rám, hogy törődött velem. Én ezt például általános iskolában soha nem éreztem, mert nyilván azért is, mert 30-an voltunk bent a teremben. A középiskolában sem. És akkor borzalmas volt, tehát hogy én minden egyes órát megpróbáltam túlélni, és alig vártam már, hogy kicsengessek. De amikor a magántanárhoz jártam, az nagyon jó. Ez volt az a bácsi, aki mindig azt mondta, hogy az úgy indított, hogy gyere János, ide a térdemre? Igen. Volt az? Igen. Jó, már erről meséltél. Igen, és most ide a fejed a melkasomra. Igen, hajtsd ide a fejed, te kis buksi. Szeretet, ez édességet, Jelika. Akkor gyere, csomagolt ki a süveg cukrot. Nem, csomagolt ki a dialáz cukrot. Volt olyan is, meg csomagolt ki a spriccolós fagyi. Persze, meg a túrorudi. Na jó. Úristen. Lehet, hogy már sokan kérdeztek, de novemberig nem lesz nálatok vendégkassa, Tibi. Kedveltem, egy utolsó kaszaked jöhetne, imádnak titeket hallgatni, remélem november után is valahol hallunk titeket. Anita írta nekünk, gyerek, sok idő van még november. Így van. Elmegyünk most turnézni, és utána számos meglepetéssel készülünk. Számos meglepetéssel. Bizony. Erős lesz még a maradék. De hát mennyi? Tibi nem lesz. Nem. Igen, nagyon erős lesz, de Tibiben nem gondolkozok. Nem, imádjuk, szeretjük őt. Így van, így van. Kedveljük őt, elmegyünk most egy picit turnézni, és utána meglátjátok. Meg Tibi egyébként, de erről nem többet. Igen? Azok közé tartozik, azok közé az egykori munkatársak, meg vendégek, állandó vendégek, nem is tudom, hogy fogalmazni, de úgyis értitek, közé tartozik, aki mindig nagyon korrekt volt olyan tekintetben velünk, hogy ő mindig elmondta, hogy mit köszönhet a igen, Morning Show-nak. Tibinek nagyon-nagyon jó hozzáállásunk. Vagy hozzáállása a műsorhoz és a személyünkhöz. Ő azért nem felejtette el, hogy mit köszönhetnek. Nem, meg jobban vagyunk, kedveljük, úgyhogy sok mindenben gondolkozunk, hogy szeressétek még azért ezt a másfél hónapot, amíg együtt vagyunk. Janitól kérdezném, ha netán megszűnik a rádió, újra megalapítja a Noxot? Igen. Elkezdtem szedni egy glukozamint a térdemre, mert a porcosodik most a mozgáskultúrán már nem olyan, mint régen volt. Tényleg olyan, mint az öcséd lenne egyébként. Szóval ő vagy a bátyád, nem tudom, de rettetesen hasonlítod. Péter Szabó szülője a kedvéért bármit megtenni. Most gyereke lett. Bár most már létre ért, igen. Igen. Na de hát, attól még. Melyik költök széken nyikorog, és miért nem cserélitek le? Már erre a kis időre nem éri, megkérdezi egy hallgatom. Nem, azt halljátok, amikor elindul a megszólás, és én magam elé rántom a mikrofonomat, mint egy ilyen, nem is tudom, DJ tényleg, tehát van egy rántás, és általában ezt halljátok. Így van. Válasz érnétek, hogy a rántás az a Feri asztal. Vagy a te asztalod otthon, vagy a te asztalod otthon egyedül. Bal és jobbkezes. Igen, ti hogy nevelitek a gyermeketeket, hogy ne szálljon a fejükbe a dicsőség, hogy az apukájuk ismert, azért kérdezem, mert hasonló cipőbe járunk mi is. Ja, aláírás, Smiley el csobot ad. Ja, már végig azt hittem, hogy komoly a kérdés. Hát ez egy jó kérdés, igazából. Megpróbálod legtermészetesebben kezelni, vagy legalábbis amikor én mindig azt mondom, hogy ugyanolyan munka a miénk, mint ahogy a pékeké, meg nyilván más csinálunk, meg kirakatban vagyunk, de hogy erre nem kell neki alapozni semmit, mert szerintem az mindig rosszul jár. Nem az a gyerek, aki jó,
apa vagy anya után próbál elindulni. Hát, szóval keveset mondasz olyat. Így is baromi nagy teher szerintem ez nekik. Legalábbis én így azt látom a Benin, hogy azért ezt ő így nehezen kezeli. Igen, miért jön oda az a bácsi most apához, és kérek fényképet? Hát, mert apa ismert. Igen, nem jó nyilván. Én is próbálom erről maximálisan leválasztani, meg sehova nem vinni, meg nem fotózni nagyon, meg nem mutogatni. Szóval, hogy muszáj őket erről leszedni. Egyébként valahogy ez lesz a fétisük, vagy a tripjük utána, aztán így nem biztos, hogy ez jó útra viszi őket. Hát jó esetben más szakmát választ. Reméljük, nagyon, igen, reméljük, nagyon bízunk ebben. Nem? De tényleg? Igen, abszolút. Én is ugyanezt mondom, hogy csak ezt ne, mert nyilván akkor automatikusan van egy ilyen összemérés. Igen. Azt mondja, hogy a Nyerőpára című műsorban kinek szurkol, azt már este kérdezi Sityú. Hát ez nem lenne korrekt igazából, mi műsorvezető. Ma élő döntő van. Ma élőben van a döntő, igen. Ki marad bent? Majd este megnézzük. Várjál, nagyon gondolkozom, hogy nehogy olyat mondjak, amit nem mondhatok el, de végül is tegnap azt hiszem, hogy ott hagytuk abban a műsort, hogy ez kiderült. Így van, és ma nézők döntik el, a Valkóék és a Mikikéék között dől majd el. Valkóék, Mikikéék. Valkóék, Petivel ugye, és a Mikike Anna párosa marad bent, és ma élő adás van. Tehát ma élőben döntenek a nézők arról, hogy ki érdemli meg jobban. Fáj ezt mondani, mert nem együtt csináljuk, de... Szerintem megkeresd, hogy nem vállalt. Nyugi, engem is csomószor kivágtak, úgyhogy celeb vagyok, sokkal több poént, picit ez a műsor. Sokkal több poént tettem ebbe, mint amennyi benne volt. Tetszik, nekem tetszik a műsor, és Móniék például otthon tökéletesen ráfűztek. Főleg Móni. Nagyon szereti, imádja, és nagyon ilyen dupla fenekű ez a műsor, mert hogy eleinte marhára én nem ezt vártam tőle, hogy lesznek benne ilyen lelkiválságok, meg tragédiák, meg nagy vívódások, meg vívások, és egész jó lett a végére. Eleinte azt hittem, hogy ilyen ilyen nyögvenyelős lesz. Picit Balázsnak az arcán is ugyanazt láttam, mint a kicsi óriási. Most már ezzel az egy arccal végig viszi a karrierét. Ma este meg kell mutatnom, hogy nagyon lelkes vagyok, mert te már mindig ezt látod. De tudod, hogy egy arcú vagyok, tehát hogy nagyon sokat nem tudok. Nagyon sokat nem tudom mondani. Így, hogyha hallgatod, hogy örültem, hogy van egy olyan műsorformátum, ahol a szórakoztatáson van a hangsúly, és nem az áskálódáson, a drámán, és egymás fúrásán, erre körülbelül a műsor felétől pont elindult ebbe az irányba. Ezek tényleg spontán dolgok, vagy műsorkészítői húzások? Neked is van-e beleszólásod, illetve mi a véleményed erről? Ezek valóban kellene egy ilyen szórakoztató jellegű műsorba? Ha előre megválaszolod a kérdésem, hozok neked 5 dislike-ot. Köszi előre is, Tamás. Én szerintem egy szórakoztató műsorban ugyanúgy belefér az áskálódás, meg a furkálódás. Szóval, hogy attól egy műsor nem lesz kevésbé szórakoztató, hát ezt nem ilyen szemmel kell nézni. Tehát, ha mindig csak egy ilyen feel good dolog van, akkor a műsor idő után nem izgalmas. Szerintem az pont jó, hogy kicsit fújják egymást, szövetségek vannak, felbomlanak a szövetségek, árulás, párkapcsolati dráma, összeveszés, kibékülés. Hát ez ettől egy izgalmas helyzet, vagy egy érdekes szituáció. Egyrészt ráadásul a műsor maga is erről szól, hogy a két emberből egymás között mit vált ki, hogy kibe mennyire bízik a másikban. Jössz rá, hogy a feleséged nem hisz benned, vagy tökéletlennek tart, vagy bénának, vagy te a feleségedben nem hiszel eléggé. Tehát már a párok között is maga a játék okoz egy konfliktust. Ráadásul celebek ide vagy oda, itt mindenki baromira nyerni akar. Igen. Ez arról szól, hogy végigcsinálsz úgy egy hónapot, hogy a végén már tényleg meg akarod nyerni. És abba belefér az, hogy valaki ellen tegyél, meg ne örüljél neki, ha ő nyer, meg esetleg kiszavazd, meg ne ő jusson be a döntőbe. Szóval, hogy hát ez erről szól az élet is, nem? A párkapcsolat, a barátságok, a munkai kapcsolatok, az árulások, a szerelmek, hát ez mindent megmutat. Meg ettől őszinte is a műsor, mert például ezeknek a különböző valóságsoroknak is mindig úgy szokott lenni, hogy az első egy-két hétben még ugye mindenki alkoskodik, meg mindenki próbál magáról mutatni valamit kifelé, ami megfelel mondjuk a PR-jának, vagy a PR szempontjainak, és aztán ezek így szépen lassan, ezek a maníros dolgok, meg ezek az állarcok így leúsznak, lekopnak az embereknek az arcáról. És ez szerintem tök jó dolog, mert akkor már tényleg nem azt látod, hogy jaj, úgy szeretlek, én is szeretek, de jobban szeretek, én hát, igen, azt szeretlek. Lenne, jobban igen. Szeretjük egymást, mint amennyire ők szeretik egymást, ugye? Sőt, még náluk kis jobban szeretjük. Jaj, igen. Egy puszit. Nem, én adok egy puszit. Igen, kérdezi, hogy hallgat, hogy miért nem 18 éven felülieknek szól a műsorunk, itt a rádió műsor, akkor a média felügyelet kevésbé büntetni a műsort. Tehát ennek nagyon egyszerű oka van. Bizonyos idősávokban nem zárhatsz ki bizonyos korosztályokat. Mint hogy alkoholhirdetés sem mehet például reggel. Így van. Tehát reggel nem mondhatod azt, hogy műsorunk 18 éven felülieknek, mert az csak bizonyos idősávban teheted ki például egy tévéképernyőjére is. Délután 4 órakor hiába írod ki, hogy 18 éven felülieknek nem adhatsz olyan tartalmat. Tehát maga a tartalom és a korlátozás a korban az idősávokhoz kötött, bizonyos idősávokban
ugye ahogy például reggel, ott maximalizálva van, hogy maximum hány évesek aluljaknak nem szólhat a műsor, azt mi 12-es karikával megyünk itt. De 16-os, 18-os karikát egy főműsoridőben reggel nem már nem ki. Tudsz, nem tudsz kitenni. Igen, meg nem szeretnék az esetleges reklámozók közül kizárni mondjuk a Mattelt, vagy a Dörmögöd Dömötört, vagy... Még van két hónap Mattel. Igen. Biogabi lesz-e? A mester nagyon hiányzik, kérdezi egy hallgató. Tervezünk vele is még. Egy Best of Biogabit, vagy mi? Egy Best of Biogabit jövétel túlnézünk, aztán hol? Lassan mégünk van, mert kinyírnak benne. Úgyhogy, de tervezünk még Gabival is, így van. Szeretnénk, ha visszajönne. Nem is biztos, hogy hetente, de Gábor még feltűnik a műsorban. Találkoznátok-e privátban egy hallgatóval, üdítő vagy kávétársaságában? Hát erre nagyon egyszerű a válasz, szerintem nem. Nem. De csak nem egy asztánál is véletlenül. Egy távoli kollégámmal álmodtam olyat, ami eddig eszembe se jutott. Azóta minden reggel elkések, nehogy ráírjak a hapsira meggondolatlan hülyeségeket. Adjatok tanácsot, nem akarok Lilium tipró lenni. Nagyon fogod Zsuzsi. Sajnálni, hogy kihagytad, Zsuzsi. Hát mi az élethelyzet? Mi Zsuzsi élethelyzete? Mi a pasi élethelyzete? Ugye ez egy jó kérdés. De hogy Zsuzsinak van-e párja például? Jó kérdés, nem tudom. De ha ennyire benne van valami, hogy álmodsz is róla, akkor csak van valami bizsergés, nem? Ez nem véletlen. Néhoz, mert ezen álmod. Értelmetlenül álmodik valakivel, de ha többször fölbukkan az álom, akkor nyilván ott már valamiféle elfolytás jelenik meg. Ha nem bántatok meg vele senkit, Zsuzsi, akkor tessék csinálni. Szerintem. Hogy azt mondod, hogy legyen bátor és menjen oda hozzá? Menjen oda, hogy azt álmodtam, hogy próbáljuk élőben is, olyan ne használhatok. Hát, én például rengeteget álmodok a feleségemmel, de mi a francot akarhatok tőle? Még ennyi év után. És mit álmodtad, hogy egy belles fürdőben vagytok, utánunk jöttök le a forró vízes medencében? Még egyébként mindig vannak. Még mindig vannak pikáns álmaim vele kapcsolatban. Komolyan? Igen. Ennyi év után? Igen. Hát ez nagyon szép eredmény az. Hogy félek, hogy hazajön. Igen, jövő héten Egerben lesz lehetőség veletek fotózkodni, és ilyen migon, mert a gyermekem lógni akar a suliból, hogy veletek találkozom. Ez tök egyértelmű. 6. osztály, és hát azért megyünk, ilyenkor azért ott sok mindenre van velünk lehetőség. 6-tól 10-ig vagyunk értelemszerűen, utána még egy fél órát ott szoktunk maradni. És egyébként, ha visszatérve arra az előző SMS-re, amire egy félig komolyan válaszoltunk, vagy inkább komolytalanul, hogy leülni velünk, meg beszélgetni velünk, meg kávézni, meg stb. Azért a kitelepülések például kiváló lehetőségek erre, hogy odajönni velünk, dumálni, fotózkodni, dedikáltatni, stb. És olyan nem volt még, hogy ne beszélgetünk volna valakivel két-három mondatot. Hogyha tényleg látjuk azt, hogy érdeklődés, mondjuk valamilyen konkrét kérdése van velünk kapcsolatban, és nem csak a műhelyzet haversrác, hello, merre meddig hány méter. Igen. Van egy tuti motorcsónakom, oda csavarhattok-e hozzátok pénteken a Dunán. Így van, pénteken egy hajó leszünk, úgyhogy lehet jönni egészen nyugodtan. Gyere, Lőrinc, nyugodtan. Csak vigyázz a paparazzókra, illetve olyan hajóval gyere, aminek ugye igazolható a tulajdonosi átterére, hogy aztán baj legyen. Csak szerényen, Lőrinc, csak szerényen, valami kis hétköznapi motorcsónakkal. A híd alatt nem férsz át a nagyon nagy akta. Többen kérdeznek még egyébként a péntekről, hogy lesz-e belépő a hajóra, nem lesz. Hát, hogy nem lesz, ezt majd mondjuk nyilván már a turné alatt, hogy lehet beszállni, hol fogtok tudni beszállni, hányan tudtok beszállni, hát egy hajó, tehát bizonyos keretek között kell majd mozognunk, mondjuk, hogy érkezési sorrendben, sorszámmal, pecséttel zajlik majd a beszállás, mondunk mindent, úgyhogy, de az még egy kicsit várat magára, jövő héten kezdjük el majd mondani. Mit tanácsoltok az első félmaratonra, Feri és Jani, most vasárnap fogom teljesíteni Debrecenbe, kösz Ati. Nem, hajra. Még előtte vagy, tehát még nem biztos, hogy teljesíteni fogod. Te rohadék! A lényeg az, hogy ne fúsd el az elejét, szerintem Feri is ezt tudja mondani, hogy majd megcáfol, hogyha nem így gondolja, az elejét ne fúsd el, és ne foglalkozz a többiekkel. Magaddal foglalkozzál. Van ez a nagyon régi, nagyon elkoptatott, nagyon közhelyes mondás, hogy nem a táp, hanem a tempó öl meg. Tehát, hogy tényleg odafigyelsz az elején, futod a kis saját tempódat, és nem hagyod, hogy a hangulat magával ragadjon, mert az én utcai futóversenyeken, főleg, hogy az első félmaratonodról van szó, akkor nagyon-nagyon tudsz menni az elején, és nagyon-nagyon élvezed, aztán egy 10 km körül elkezdenek olmosodni a lábaid, és akkor az utolsó néhány kilométer szenvedés. Ne foglalkozz vele, majd a második, harmadik, negyedik, ötödiknél majd odafigyelsz arra, hogy milyen tempóban futod. Az elsőnél mindig, és ez a félmaratonra is igaz, a maratonra is igaz, bár azt én még nem futottam, de bármilyen nagyobb távra igaz, amit eddig még nem teljesítettél, hogy csak és semmi más, a teljesítés fontos. Semmi. Semmi nem érdekes ezen kívül. Miért nem futod már le azt a maratont? Mit tökölsz már? Nem akarja. Komolyan mondom, már rég le tudnád futni. Mit tökölsz itt állandóan? Pöcsölsz itt. Te kis van.
Szaros 42 kilométer. Most komolyan mondom, mert tudom, hogy meg tudja csinálni. Hát már rég túl kellene lenni rajta. Nem akarja, akkor megcsinálja. Hagyjad. Futja a fél maratonokat, most is futott egy szépet. Elég az. Jó, mi, hát akkor egy nagy dolog. Néha már annyira unom. De csinálom, majd meg lesz az, és kipipáljuk. Hogyha elutaznátok a feleségeddel egy hosszú hétvégére, de van egy 10 hónapos gyermeket, otthon hagynátok, vagy vinnétek magatokkal? Nálunk ezen van most a dilemma, köszönöm. Na, hát ez itt 10 hónapos a gyerek, és mennyire mentek el? A hosszú hétvégére. Menjetek, hát van a nagymamája annak a gyerek. Mit á? Nem, azt mondom, nem vártad meg. Ja. Mondta, á, egy percig nem gondolkodsz. Ja. Igen, Jani azt mondja, á, igen. Figyeljetek, én azt hiszem, hogy itt a mennyiségről van szó, tehát a két hetente ott hagyjátok a gyerekét, ez nem jó. De van egy 10 hónapos gyerek, akkor igenis el lehet menni úgy, hogy az ember elmegy akár először, mint egy éjszakára, aztán két éjszakára. A szülőknek általában ez nagyobb trauma, mint a gyereknek. Ha nem rendszer van belőle, és nem idehét adjátok ott, tessék elmenni, és egy kicsit ketten lenni kell az. Együtt lenni, lemenni a wellnessbe, 10 óra után záráskor, kicsit pihenni, végig aludni az éjszakát, egymásra koncentrálni, és nem anya-apa szerepben lenni, hanem nő és férfi szerepben lenni, ami egy szerepváltás, amikor elmész gyerek nélkül. Nem is egyszer csak rájössz, hogy nem a gyerek anyja ülött melletted, hanem újra a feleséged. Nem így van? Bizony. És nőként kezdesz el ránézni, és újra felfedezed, és te sem az vagy, hogy hozd a pelenkát kicsi, meg add a cumis üveget, meg jaj, ne bénázz már annyit, ugye? Mi férfiak. Jaj, hát ez se lehet rád bízni, hallod, hanem végre te is újra férfi leszel. Szóval szerintem lehet menni kettő. Nagyon fognak örülni a nagyszülők, hogy ott hagyod nekik, tehát ott boldogságot szerzel. Elmagyarázó, mindent leírod szépen, hidd el, hogy meg tudják csinálni. Ennek az a bizonyíték, hogy téged is fölneveltek. Ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy ha azt gondolod, hogy az anyukád, a te gyereked, de nem tud jó bánni, akkor gondolj arra, hogy téged is fölnevetett. Meg tudják csinálni, menjetek el, jó lesz. A gyerek pedig abszolút nem fog sérülni. Simán meg ez a típusú leválás jót is tesz a gyereknek. Tehát, jó, 10 hónaposan még ne nagyon váljon le az ér. Tehát ne legyen. Ne legyen a masszív ridegtartás, hogy önjáró legyen, fürödjön le, tegyen be magának mesét és aludjon el. Szerintem ne legyen lelkis megfordulás, hogy másfél aspektusból szokták használni, de tényleg azt tudom neked mondani, hogy egy gyerek nem gyerek. Ne is törődj vele. Igen, de nők nyilván máshogy gondolkodnak. Persze. Szóval nehezen hagyja ott, őszülte, hiányzik neked azért egy nőnek valaki másnak odaadni a 10 hónapos gyerekét. Nehéz, de szerintem érdemes. Mert közben ugyanakkor meg visszakapsz annyit a párkapcsolatottól. Meg egy végaludt éjszaka azért az gyerekek szak, mondjuk meg őszintén. Nem? 10 hónapos gyerek már végigalussza az éjszakát, érted? Igen. Ti szoktatok szerepet cserélni, és te leszel az anya otthon? Én mindig az vagyok. Cumis üvegek, tápszerek és pelenkák között mulatom az időt, igen. Na jó, van, oké, nagyon sok hasonló kérdés van, ezeket próbáltuk megválaszolni, köszönjük, játsszunk még egy utolsót, aztán jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Itt van már is a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, hello! Hello, honnan, hogy szólsz te? Honnan hívtál minket, Réka? Lehet, hogy azért meg vagyok hangosítva, hogy a fiúk segítsenek nekem a kérdésembe. Akkor inkább vedd vissza, és ismételd meg gyorsan a kérdést, vagy ám menjenek a rádió mellé, csak így mi rosszul hallunk. Nem, nincs rádió. Mi vagyunk, oké, itt vagyok. Na, így sokkal jobb, majd akkor megismétlen. Milyenek a kérdések, Jani? Milyen kérdés? Ja. Nézem, azt mondja, szerintem könnyű. Könnyű. Most így a végére szerintem egy ilyen változatot raktam össze. Mehetünk? Na, igen. Mehetünk, igen. Na figyelj, hány emberi érzékszerv van, Réka? Ne kapkodj. Hány emberi érzékszerv van? Számolhatsz hangosan is. Látás, hallás. Látás, a szem, az orr, a száj, a fül, a nyelv. A tapintás. Az mi? Igen? Akkor hány? 6. 7. 5. Tehát mi eleve szervről beszéltünk. Tegyük ezt rendbe. Tehát hány emberi érzékszerv van? Az érzékszerv, mint szem, fül, orr, száj, bőr. Ez az 5. Mi? Az 5. Ezért mondjuk, hogy van a hatodik érzék, a valakinek tudom. Mit mond, kollega, hogy van a hatodik érzék? Igen. Igen, hát most, hogy van vagy nincs, igen, ez kérdés, elvileg van, igen. Igen. Meg két szemünk van. Ja, igen, és 10 ujjunk, tehát 26 érzékszervünk, és 10 lábunk. Szerintem megmagyaráztam. Igen, és 6 négyzetméter bőrünk. Kiterítjük. Maradjuk annyiban, 5-nél többet tudtok, publikáljatok mindenképpen egy orvosi lapban. Volt ott már 6 is, meg 7-et is mondtatok. Figyelj, kedvesek lennénk mi, de hát azért ez nagyon messze volt a jó választó, Réka. Jó, oké, rendben. Mit csináltok egyébként, mit dolgoztok? Autókat műszakíztatunk. Autókat műszakíztattok? Igen.
Hát akkor ez most egy szomorú nap, mert nem nyertek semmit. Ez most egy szomorú nap, mert a fiúk itt engem átvertek. Mivel vertek át? Hát ezzel a számolással. Ja, igen, mert nem túlságosan bíztál bennük, hát ezt neked kellett volna megmondani. Igen. Hát nem baj, azért köszönjük. Mi köszönjük? Igen. Figyelj, ha egyszerűleg a Feri nálatok műszakítatja az alfáját, és valahogy átrugdossátok, akkor tőlem kaptok egy erdőcsapot. Jó, hozzá, persze, megoldjuk valahogy. Semmi baja nincs, köszönjük szépen. Valahogy megoldjuk. Valahogy toljátok át. Ciao, puszi. Köszönjük, sziasztok. Hello, hello. Na, hívott már Suzuki? Igen, de visszamondtam, hogy nem kérek. Nagyon erőszakosak, egy órája csörög a telefonod, de mondtad, igen, hogy nem, a Balázs ezt nem gondolta komolyan. Hogy csak viccel. Szeretnéd? Akarod? Na jó van. Oké, fél tíz múlt pontosan 3 perccel, egy pici szünet, és már is jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 van pontosan, hello mindenkinek, itt vagyunk, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ugye Bradről és Angelináról beszélgettünk, valamint arról, hogy kezd eldurvulni az ő ügyük, és hát csúnya válás lesz valószínű belőle. Ugye most már kiderült, hogy Brad lehet gyereket vert, és repülőn utazva berúgott, és bántalmazta a gyerekeket, majd megpróbált beszállni ugye egy kerozin szállító kocsiba, amikor kiszállt a magángéből azzal elhajtani. Hát igaz vagy nem igaz, nem tudjuk. Arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet békében elválni, illetve hát vártunk olyan SMS-eket, amikor is hallgatóinkat kértük, arra írják meg nekünk, hogy mi olyannal szembesültek a tárgyalóteremben, ami nem volt rájuk igaz ki, hogy próbált bosszút állni egy-egy válással az ex-férjén vagy a feleségén. Egészen elképesztő SMS-ek jöttek. Illetve hát Angiékről is beszéltünk egy picit, hogy nem lehet könnyű elválni. Nekik főleg nem. Nekik főleg nem. Hát mindenki látja. Nem állt olyan bombabiztos lábakon a kapcsolatuk, mint Baltóriáéké. Balázs és Viktória. Baltória. Erről beszélgetünk, valamint szóba jött egy Móricz térre, Móricz Zsigmond körtéren található hajléktalan, aki ugye hát csúnya dolgokat művel magával. Megpróbáltuk megoldani a helyzetet, aztán rájöttünk, hogy nem tudjuk, és valahogy átterelődött a dolog arra, hogy milyen az, amikor az ember nyilvános helyen próbál örömet szerezni az ő párjának. És erről beszélgettünk, hogy ki milyen eseménysorozatokon van már túl, valamint hát a hallgatóink is beszálltak az üzengetésbe, és beszéltek ők is arról, hogy hogyan próbáltak meg a szabadban szexelni. Mi is megosztottunk a hallgatókkal egy-két történetet. Kiderült, hogy Feri a legnagyobb szabadban bujálkodó, én a wellness szálló odákban paráználkodom, János pedig hát undorra nézett ránk, és azt mondta, hogy miféle fertő, ahova neki be kell járni dolgozni, és egyszerűen kikérte magának, hogy ő ilyen bizony nem csinál, úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatát. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Komolyan mondom, ez csalódás nekem, hogy egy jó wellness szállod a medencébe, se találtatok még egymásra. Hát, Csabi, mondd, hogy te ilyen legalább, nem? Hát, én nem járom wellness szállodákat, sajnos. Az a baj, te is amilyen unalmas vagy. Ja, nem. Itt ülök 3 ilyen papával, érted? Hát, jó, na, Feri talán a időre, de a bozódban néha. Papával. Elmegy békával makkot keresni. Ja, de meg is van mindig, tudod? Velencei autós kilátót írja valaki, remek hely. Előtted a tó. Igen? Nagyon jó. Hát jobb azért, mint a medence. Most képzeld már magad elé. Fura, hogy ezen így kiakadtatok ezen a medencén. Hát itt meg mi lebeg? Íze avokádó. Miért feltételezzük azt, hogy minden idős néni megeszi azt, ami úszik a medencében? Mert azt hiszem, hogy terikéről jön. Terike. Úgy látom, felázott a sebed. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Mi újság? Ezen túl beteszed a lábad egy wellness szállodába, és a közönség hazamegy. Írták, vagy legalábbis vízbe nem mennek. Kicsödülnek. Kérjük vissza a pénzünket! Majd mondom, mikor hol leszek, melyik wellness szállodában. Este 10 után. Most mentek turnéra. Érdekes lesz szerintem. Nem is lehetok majd lenne aludni, csak egy-két hely, meg nem is olyanok a szállodák, nincsen hol nagyon wellness egyébként. De nem kell félni, meg hát nem minden lesz, hogy kiptesség, valamelyik csináltassuk milyen. Na, mi újság van, Csabi? Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, jó? Igen, hívjuk. Aztán elbúcsúzunk, mondjuk, hogy Sopronban a Deák téren kezdünk. Jövő héten, hétfőn, úgyhogy drága soproniak, gyertek, aztán Kaposvár, Baja, Eger és Budapest. Valaki nyerhet majd egy vadonatúj autót, lesz egy csomó más tárgynyereményünk, és hát reméljük a jó hangulat. És te ingázol, akkor mondjuk Sopron. Valahol igen, valahol nem. Sopronban talán lemegyek, de igen. Okosan kitakarította a hetet magát. Sűrű pici.
Igazán nem szép. Oké, foglalt, akkor nagyon jót írt. Brad Pitt rossz kártyás lehet, mert nem tudja, hogy Jolly mindent visz. Ez volt az SMS-ünk. Köszönjük szépen. Megint. Csak nem írt alá, úgyhogy nem tudjuk megnevezni. Mi a recept, Feri? Van egy furcsa amerikai szokás, ahogy a palacsintát odakint reggelire eszik juharszirupal és bacon szalonnával együtt. Érem. Hát képzeld el, hogy így csinálják, ugye vastag a kicsi a palacsintájuk, ám de vastag a miénkkel ellentétben. És valahogy így leöntik juharszirupal és sütnek bacon hozzá bacon szalonnát. Hát ezt nem tudom feldolgozni, ezt a részét még én sem, pedig én aztán, én is a bacon szinte kéz a kézben járunk. Viszont az amerikai palacsinta az tök jó. Ez a vastag, de kicsi, megkenve nutellával, vagy esetleg dzsemmel, esetleg mézzel, úgyhogy fönt van a recept, tessék sütni. Ha valaki nem lehet megunni nyilván a nagy rendes magyar palacsintát, de esetleg egyszer-egyszer lehet ezzel variálni, és a srácok, mivel ilyen kisméretű, imádják, mint az állat, egy 150-ig meg se tudsz állni sütésben. Meg egyszerű megcsinálni reggel, mondjuk 4 darabot belőle, mint mondjuk lesütni 20-30-at, szokásos. Igen, úgyhogy ez már fönt van a Facebookunkon, amelyen keresztül is eléritek Sebestyén Balázs. Hogy miért nem bíztam abba, hogy elfelejtettem. Official Facebookjára. Majdnem 80 ezer. Hajrá. Bizony, már lenyomtad az Unofficialt, csak mondom. Végre, azt mondjuk ideje volt, a Unofficial meg jöjjön át. Azonnal költözön át korrekt mindenki. Jó, Csabi, te is nyugodtan a kívánság műsorban a hallgatónak add a szájába ezt a mondatot, hogy én már lájkoltam. Óránként 5-ször? Lehet, nyugodtan promózzuk. Gyerekek, meg lesz a 2-5, de szép lesz. Gyerekek, 78.900-an tartunk, tehát erősen belassultunk, úgyhogy azért még sokat kell azon pedálozni. Még tegnap előtt mondtad először? Tegnap előtt indítottuk, igen. Két nap alatt 80.000. 2 nap alatt. De most lassulunk, úgyhogy ezt nektek. Meg lesz, figyeljetek, meg lesz exkluzív tartalmak benne. Az egy poszta. egy szöveges poszta. Egy szöveges poszta, a gyerekek. 80 ezer, hogy még semmit nem tettél bele. Semmi. Igen. Egy rohadt fotó nincs fenn, még semmi. Annyiban, hogy Sebestyén Balázs official. Ott is kellene majd osztogatni egyébként valami ajándékot, vagy ajándékcsomagot, például a legjobb hozzászólás, megint részek. 898 like. Erre az egy nagyon jó. A Bari Dávid is. Gratulálok. Csabikám, milyen zenéi lesznek? Jobb zenékre meg zenék? Angelinának, Brad Pittnek, nektek, hogy turnéra mentek, egy Freedom című dalt hozok. Ez most nem a legújabbak közül való, de ritkán hallható. Pharrell Williamsnek van egy ilyen dalam. Tavalyi. Freedom, nagyon jó, ilyen kellemes. Hát a Pharrell Williams-et ismerjük, hát amit várhatunk tőle, azt meg is kapjuk. Jól van, oké, meghallgatjuk. Csabikám, mindenkinek jó mulatást hétvégére, hétfőn pedig nem elfelejteni, hogy Sopronban kezdünk. Menő lesz. Reggel 6 órakor a Deák téren, jó, drága Soproniak, jó utat nektek. Köszönöm. Csabikám, egy hétig nem találkozunk. Jaj, de kár. Szevasztok, hétfőn. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.